Szeretettel üdvözlök mindenkit a New Super Mario Bros. U Deluxe következő epizódjában, ami szerintem már a végigjátszásunk 5. epizódja lesz. Bent is vagyunk a játékban, ugye pontosan ugyanígy jártunk néhány nappal ezelőtt, azt hiszem, hogy kedden, vagy talán hétfő este játszottunk ezzel a játékkal, azóta be sem zártam. A Switchnek van egy olyan tulajdonsága, hogy ha nem zársz be egy játékot, akkor a következő elővételig, a konzol elővételig ugyanaz be lesz ugye töltve. Szóval szuper gyorsan megyünk tovább a játékban, és egy újabb területre érkeztünk el, ugye azzal, hogy megcsináltuk a Rock Candy Mountain, vagy Mines. Várjál, az előző terület, ugye? Ja igen, itt a meringő felhőkben voltunk éppen benne. Aha, és rögtön egy mid-bosszal kezdek? A Slide Lift Tower-ben? Oké. Hát nézzük, hogy ez a Slide Lift Tower. 55 életünk van. Ajajajajaj, ez mit tartogat számunkra? Már meg is próbálok aklimatizálódni, hiszen itt a lendület megmaradás, az nem úgy megy, mint a Diablo 4-ben, mivel még az előbb... Áááát, nézzenek oda, az előbb játszottunk. Nincsenek potika. Áááá! Jézusom! Szevasztok, Szigyú, mi a helyzet, hogy vagy? Na, az ellen ki fogunk találni mindjárt ott fent valamit. Mindjárt behozunk valamilyen a brutális csicskítót, és szétszedjük azt oda fent. Vagy lehet, hogy azzal kezdünk, hogy már is a gomba felvételén kezdünk el tanakodni. Mert hogy innen alulról azt nem tudod megcsinálni. Aha, hát egyáltalán nem. És akkor oda mész, és... Ja, barátom, az ott... Szia, Venka! Jó pihenést, kösz, hogy itt voltál. Hát jó, azt hiszem, hogy megint megtaláltam a pályát, amivel el tudok szórakozni. Itt a játék vége felé, ez szerintem már a 7. világ lesz a játékban. 7, 8 és 9 van még hátra, tehát 3 epizód. Ebben a világban pedig... De hogy tudod ezt csinálni velem? Azt a mindenit! Jó vagyok, köszönöm, jöttem egy kis Máriót nézni, és te hogy vagy? Én nagyon jól, én nagyon türelmes ember vagyok, úgyhogy nincsenek problémáim. Én 200-szor is el tudom rontani ugyanazt a helyszínt. Egy pillanat alatt, várjál, lehet, hogy akkor úgy kellene megcsinálni, hogy először átugrunk. Az a baj, hogy mozog a platform, ugye? Tehát ez itt a szívás faktor, hogy... Na most bezzegni... Hallod? De hogy tudott is eltalálni? Hát azt hittem, hogy védekezés, hát a fal mögött állok. Ez nem lehet igaz. Hát engem szétcsicskítanak. Hát ezt nem rakom ki a YouTube-ra, az biztos. Ezt nem fogom kirakni az ablakba. Oda nézzenek. Mit szóltok ehhez? Most megvárjuk, jó? És várunk egy picit. Szia, Major T. Hogy vagy? Mi a helyzet? Na-na. Ha. Most megyünk oda. Nagyon szép. Jó. A gomba megvan, és akkor most húzunk el innen. Szevasz, viszlát. Meg is van. Na, így kell ezt játszni. Sokat gyára elrontás átérzem. Szállamosan sokat haltam meg a Lies of P első bossánál. Az melyik boss volt a Lies of P-ben? Hogy mész oda fel? Úgyhogy megcsicskítod azt, aki ott van veled szemben. Könyörtelen leszel, és durva. Te leszel Super Mario. Ez az, barátom. Micsoda érkezéssel. Hát én, hogyha az életben egyébként ilyen felspannolásra van szükségem, akkor is ezt a monológot adom elő magamnak. Olyan leszel, mint Muper Sario. Bajszos. Hey! De hogy lehet valami ilyen szemét? Nézzenek oda. Várjál, mert valamelyik irányba elindult a gomba. Ott jön. Hála a jóistennek. Mozog az a platform, hát ez mozog, igen. Na még egyszer. Most megdobál. Hós! Jó, szerintem menjünk erről. Így, igen. Nehogy meg... Na jó. Várjál, fel kell oda mennünk, de szerintem csak lendületből tudok, ugye? Fejleszedős boss volt ez a Lies of P. Ja, igen, emlékszem rá. Tegnap mi is néztük. Hát, én nem voltam vele túlzottan elvarázsolódva, meg elégedve az a játékkal. Mario, hozzak be valami friss ropogtatni valót. Ah, hozzá nekem is, kérlek. Egy fél kifli volt a vacsorám, egy szelet rántott sajton, amit még tegnap csináltam, úgyhogy ilyen kicsit ilyen hűtött jellegű büfé szendvics feelingje volt, de nem baj. Nem is kifli volt ez, hanem inkább ilyen lapos, bagetszerű valaminek a... Hát, csak nem volt akkora, ugye? Jézus. Beledeugor! Júj! De mit csinálok? És hol vagyok? Pusztulj el! Helyes. És most oda kell felmenni. Jó, oké, menjünk el innen. Egyre jobbak vagyunk egyébként, mindjárt eljön a checkpoint, pontosan el is érkezett. Hát itt van, aminek itt kell lennie, és most ez azt hittem, hogy virágot. Aha. Jó, itt vigyáznunk kell a tűzre, a csontvázakra, a felfelé menő platformokra.
És mi lesz? Most kell kiugranom, akkor jobb old. De hülye vagy, Móki! Miket nem csinálsz te az életed, de... Upszi! Várjál, Hol is? Jó, oké. Okay. De jó, hogy volt egy checkpoint. Hát ez igen. Azok van magyaró, hagyd már sízvek, három zacsit, gárcsemegém. Te bevásároltál, Akvila. Neked is a bevásárlások tetemes mennyisége rákcsálnivalóra megy el? Már nekem nem, de látom, hogy milyen egy olyan bevásárlás. Múltkor vettem... mit vettem? Mondjad már. Én is vettem diákcsemegét, hát az ugye eleve egy vagyon. A magvak azok nagyon-nagyon drága dolgok. Főleg, hogy nézd meg, hát el tudom ezt is rontani. Főleg, hogyha mondjuk olyasmi is van benne, mint mondjuk pisztácia, vagy kesudió, vagy ilyesmi, tudod, tehát hogyha magokat vásárolsz magadnak, hogy egészségesen táplálkozhass. Hétvégére kell valami rákcse... Jó, és akkor most egy jó ugrással, következő platform. Jó, így kellett volna felmenni az előbb is. Látszik, hogy erre vezet az útunk, hogy itt egy gombát vegyek magamhoz, így van. Jó, és most mi lesz? Miért ilyen íves ott a... Kitalálsz... Hoppá, mekkora barom mozdulat volt tőlem, gratulálok! Ott így van. Éppen a Mass Effect Legendary Edition-t kezdtem tolni, mindjárt vége az első résznek. Mármint, hogy a Mass Effect-en már is végig, vagy a végigjátszásomat nézed? Mert gondolom, hogy az a 100 órás játék az nem mindjárt fog befejeződni. Az a gond, hogy az első komolyabb Souls-like-om a Code Vein volt, ottani dodge az vagyok hozzászokva, nehéz fejben átállni, de igyekszem. Hát figyelj, a Code Vein-nek szerintem nagyon-nagyon-nagyon erősen hasonlít a támadása, a karakter támadása ahhoz a fajta támadáshoz, amit ide eszközöltek a Lies of P-be, de mind hanghatások szintjén, minden szinten szerintem. Az, hogy az enemy vagy megtántorodik, vagy nem, az is kvázi ugyanaz, és nagyon-nagyon sok mindent átvettek abból a játékból, és én úgy érzékeltem. Na most, hogyha ezt sikerülne felvennem, hála a jó Istennek, akkor végre átszállhatok itt a problémás része. Hallni, azt hittem, hogy eltalál! 30 napja tolom, pici szabad időben sidequestek már megvannak. Nagy király vagy, nagyon jó. Hát akkor jó végigjátszást kívánok neked, és jó szórakozást ahogy, ahhoz a játékhoz, hiszen egy... Ez miért dobál most kétszer? Tényleg egy epikus kaland az. Már jó, jó, mindegy, akkor gyere le, akkor gyere le. Innen már úgyis könnyebb felfelé szállni. Ne ugrálj, te majom! Ú, de szép volt az, nézd csak! Ott jönnek a coinok, hál' Istennek. És akkor most itt ezeken a platformokon átugorhatsz, de ott a másikon nem. Jobbra el kellett volna mennem. Ez a könnyebbik út, az a nehezebb? Hogy ezzel szivatod meg magad, hogyha erre indulsz? Vajon melyik lesz a jó kitaláció? Adjunk rá egy kis hangot a játékra. Olyan, mint a szándékosan csinálnám ezeket a halálokat. Szerintem nagyon sok esetben előfordul, amikor mondjátok, hogy jaj, amikor a Móki játszik, az olyan könnyűnek tűnik be, ezek, amikor én veszem elő, akkor itt-ott izé bugdácsolok, meg alig bírok előre menni. Aha! Szerintem nézve sokkal könnyebbek ezek a játékok, mint játszva. Nekem ez a benyomásom, hogy hú, hát majdnem jó volt. Az ugye nem... Jó, nem baj, nem. Ó, Istenem, oda raktak egy ilyen... nem mondod. Nézzük, ott van egy másik. Kett már jó. Lehetetlen. De most menj oda fel. Úgy, és húzzunk el innen. Szerintem is könnyebbnek tűnik nézve. Tudod, hogy milyen nehéz ezt a lendületet kordában tartani? És most ez hogy megy? Ki megy jobbra, és akkor... Várjál, most kell ilyenkor átmennem alul? Tehát amíg itt, aha, Jézusom. Ez azért komoly kitalálás. Most akkor megállsz. Nem is kell lehúznod a fejed, de most mi lesz? Most mehetsz át itt a másik oldalon. Igen, most egy kicsit gyorsítunk. Most mi lesz? Erre most balra, most fel. Most felvehetnénk a coin, de nekem nem kell, köszönöm szépen, szarok rá, viszlát. Kaidan Alenko már megmurdált sajna, like a hero. Kaidan? Kaidan? A izé a csicska? Akinek a... Jackson? Jacksonnak hívták? Jacksonnek? Kaptam egy kommentet hozzá YouTube-on. Szerintem nem... Az volt a Jackson? Jaj, boss fight!
akinek van egy bizonyos kunapal képessége, amit használnom kellett volna. Ezek csodák. Ott van bent Yoshi. Yoshi. Mit csinálok Yoshival? Mi lesz ebből? Értitek, hogy mi folyik itt? Ott van. Nem, az nem Yoshi. Az csak egy teki katona. Várjál, most újabb platformok érkeznek. És most kéne valahogy felugrálni és eltalálni őt. Tökéletes. Aha, vigyázzunk a lövedékekre. Jó lesz, jó lesz. Azok ott le is lehet esni alul amúgy, látod? Súnyi egy kis boss fight ez, nagyon súnyi. Rájunk fel valahogy hozzá. Hoppá! Meg is van. Megvan a csapó kettő, jöhet a három. De az ott rossz lesz nekem, ugye? Lejár az idő, kisbarátom, nyomatni kell. Nagyon messze van. Nem jön ki valahol? Nem jön ki sehol. Újabb platformokat kapunk, az idő lassan lejár. Miért mész el annyira messzire? Ez nagyon nem jó így. Hogy csinálhatnám ezt meg, hogyha nem hajlandó lejönni onnan? Megvan! 59 másodpercünk maradt. Hát igazából nem másodpercek azok. Fél percem kb. Ebben benne van a Yoshi barát? Benne bizony. Igen, igen, igen. Benne. De most akkor nem is kellett kimennem a zászlóhoz. Jaj, hál' Istennek megvan. Nagyon nagy király! És akkor most kell mennünk a következő szellemes pályára, ami viszont tényleg nagyon nehéz dolog. Ez szerintem ilyen mid-boss lehetett, vagy harmad bossza ennek a világnak. Itt most lehetséges, hogy figyelnetek kell és segítenetek? Igen, szerint nem, nem, ez nem az. Itt csak a zöldeket kell felszednem minél többet és a pirosokat elkerülni. Érkeznek az aranyak. Egy megvan. Arany, megint arany jobbról balról. Megvan a két élet. Két életünk már megvan. Három élet van meg. Négy élet van meg, nagyon király. Ötöt kiszedtünk a coinokból. Hat élet van meg, nagyon jó. Gyerünk, gyerünk már. Aj, hét élet, oppá, visszament hat életbe. Na, de hat életet sikerült. Hét, nyolc, hallott? Mennyi életet sikerült gyűjteni? Azt a mindenit, oda nézzenek. Wow, hét élet. Az igen, ilyen sokat még soha nem sikerült itt összeszedni. Nyolc zöld és egy piros lett a végeredmény, meg a coinok közül vagy száz. Ezzel egy kicsit visszább állítottuk magunkat. Azt nem értem, hogy miért van ebben visszaszámláló a pályákon. Azért, mert ez a Mario-nak a retróságát hivatott előidézni. Ugye a régi Mario játékokban is benne volt ez, és ezt hozták tovább ebbe a részbe. Hát gondolom, hogy be kell most mennem, ugye? És most mi van? Mhm. Kaptunk egy ajtót ide. Hú, ez bonyolult lesz, és megint szenvedni fogunk, hogy hogy menjünk által. Azokra nem fog semmi. Ó, ez kamu volt. És most a kísértetekre, hogyha ránézel, nem is hagyják abba a mozgást. Opszi. Ez baj. Holy. Azt a mindenit. Barátom? Hát ez micsoda? Hát, ezt felvetem 1000 pontért éppen. Jó, meg vagyunk a második szakasszal. Most mi következik? Kijövök ugyanott? Várjál, szerintem nem ugyanott vagyok, ugye? De meg vagyunk, és hogyha itt most elszaladtam volna ide balra. Vagy nekem már a másik... Ha, jó, oké, értem. Tehát nekem már itt kell felmennem. És itt tovább mehetek? Te ezt fel is veheted. Bemegyünk ide fentre. Szeretitek a Mario játékokat egyébként? Vagy csak én erőltetem és ti szenvedtek ilyenkor? Az ami lesz? Semmi. Azt hiszem, hogy ide most beestem egy életért cserébe. Várj, mi lenne, ha másik irányba mennék? Nagyon jó lesz, hogyha meg tudom csinálni. Ez egy újabb virág. És hogyha itt által megyek, most már 100 lement a számlálóból. A 400-ból már csak 291 van, most menjünk ide jobbra.
Ezek a pályák a legdurvábbak szerintem, így hogy kitalált, hogy akkor most hova kell menni, meg hova nem. És a coinok áthelyeződnek a másik oldalra. Aha, ez komoly. Inkább visszajövök középre. És ilyenkor azt össze kéne tudnom de gonosz! Szevasz Milán, hogy vagy? Mi a helyzet? Mesélj! Milyen a mai napod? Remélem, hogy jól vagy. Szia, Szerisz, jó estét! Két vészkorista streamerünk is megérkezett most egymás utánban hirtelen. Hogy vagytok, fiúk? Meséljetek! Valamit nem csináltam meg. Valami nem jó. Lehet, hogy... Most mi van? Ja, itt le kell menni ide, ugye? Aha, ezt még nem csináltuk itt meg középen. Az nem jó, hogy most mindjárt megindul. Jaj, ne! Eltalált! És jön az is. Nem mondod, hogy minden irányból támadnak. Nem már! Jó, nem mozogjunk? Vagy hát próbáljunk meg... Nem meghalni most már, hogy ilyen messzire jöttem. Nem akarom újra kezdeni. Próbáljuk meg ezeket is felszedni még gyorsan. Hopp, hopp, hopp. Hogyha ránézel, akkor nem bánt. Mondta, hogy nem esek bele. Jó, azt hittem, hogy beleesek a kísértetbe. 190 másodperc, illetve hát az körülbelül 120-nak felel meg. Ez a vége, mondjátok, hogy a vége. Jó, jó, oké. Ezt még be kellett játszani, látom. Hál' Istennek egészen egyszerű. Miért nem ugrottál, Mario? Uper Sario. Hát de mi van vele? Csináljuk így. Ohoho, micsoda hihetetlen ugrációval! Ez igen, a 60 élet visszajött, és azt hittem erre a pályára, hogy ez igazán kemény lesz, de szerencsénkre azért mégiscsak által sikerült jönni rajta valahogy. Nézzük, hogy mit tartogat a Meringő Cloud világa számunkra a következőkben. Úgy látom, hogy itt három úton lehet tovább menni, kettő pálya felé ágazik el az őrület, és akkor itt valamivel meg kell majd küzdenem, ugye? A szivárványok közepette, aha, ezek a kis... Ja, hogyha elindulok, akkor ők is elindulnak? Várjál, most meg kellett volna nézem, hogy merre megyek? Ez nem nagyon jó. Harc. Vártatlan állapotban nézek egy fennből székben hintázva. Miért? Mi a baj? Ne csinálj. Fel kell vennem az életet, különben nem tudom őket elintézni, ugye? Ez hogy lesz? Hát ez messze van. Hogy győzöd le ezeket? Jesszusom. Nem ár, hogy pont akkor jön. Nem ár, hogy pont akkor fogod emenni. Jaj, ne csinálj. Mekkora hitboxa van. Ez szörnyű. Ezt hogy csinálod meg? Várjál, lehet, hogy most még egyszer rámegyünk másik irányból. Mutasd. Hát akkor gondolom, hogy lefelé kéne mennem, nem? De lehet, hogy össze-vissza fog menni. Nem mondod. Na jó. Oké. Hát én azt hittem, hogy ott lent át lehet menni, de össze-vissza vannak az utak. Ez még egy másik pálya. Jóó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 
De szép is lett volna. Még egyszer. Hallod? Hát ez milyen mini játékok vannak itt a hetedik világban már. Na még egyszer. Szerintetek merre menjünk? Szerintem, hogyha a lenti volt az előbb a középső, akkor most a lentin kell mennem, ugye? Igen, megvan. És akkor most kaptam egy kis gombát, amit berakunk oda, ez a többet iker szarkomás kifejezés. Itt fent volna egy pálya, meg alul is volna egy, és egyikre sem tudtam rámenni. Két pálya kimarad, nem már. Akkor menjünk a Snaking Above Mist Valley. Tehát ez a snaking az mi? Mit akar? Kígyózni fogunk a köd völgy fölött? Van egy... Ez bánt? Jó, oké, nem bánt ez. És tényleg snakelni fogunk, ha nem jó járt. Húha, haver, hát ez remélem, hogy jó lesz így. Oké. Eddig szuper. Ez egy gomba, ugye?
Jó, jó, eddig jók vagyunk. Jézusom, ez már megint milyen pálya. Megint mit csinálok az életemben? Na jó, menjünk gyorsan erre. Szia Démoneru, hogy vagy, mi a helyzet? Ez fel fog ide jönni. Op. Okosba. Elrejtik előrünk, oké. Okay. Hát oda jó lett volna rámenni azért arra, de nem... Na most ezt hogy csinálod meg? Várjál, jön vissza. Jó, oké. Okay. Hát itt azt hittem, hogy baj lesz ebből, de... Várjál, most lemegy? Nem. De összép csukódott volna. Oké, okay, megvagyunk, megcsináltuk. Checkpoint! Laci 50, kösz a követést! Üdítálunk a vészkórusban, ne felejtsd el elmondatunkat, ha nagyszabba kerülnél, csak énekelj hangosan. Nem is éri el azt onnan. Az nagyon kell most, hogy tudjunk egy kicsit szállni, az nagyon király. Csak ne veszítsük most már el. Óvatosan menjünk előre. Vettél egy új telefont, amivel most már rajzolhatsz újra, de király, az nagyon jól hangzik. És fel kéne gondolom állnom rá, hogy... Itt végig menjünk, így van. Így is jó lesz. Ez mi? Jaj, nem mondod, hogy ott a... Ó, azt a mindenit, hogy megviccelt a játék. Láttátok? Oda rakott egy kitüremkedést, hogy visszapattanjon. Kis barátunk, a teki katona. A Koopa Troopa. Oké, okay, és akkor most már repülni nem tudok, úgyhogy meg lesz a pálya. Nehezítése számunkra megint. Hop, vigyázzunk, mert itt egy... Á, de rossz ugrás kellett itt csinálnom. Túlélhető ez még? Megcsinálható ez még? Vagy már vége van? Vagy ez a vége? Súnyi volt ott a játék, igen. Mi a helyzet? Jó uram, meséljen. Nagyon szépen Köszönöm a kérdést. Minden szár! Nem baj. Nem volt ez annyira rossz. A lényeg, hogy egy újabb pályát sikerült teljesíteni. Viszont kettő pálya kimaradt ebben a világban. Minden szuper, nagyon szépen köszönöm. Hello, Mario Zseni, nekem abszolút komfortjáték. Steam Deckre raktam fel régi 3D-es Nintendo 3D lendet. HD Texture Pack-kel. Teljesen olyan, így, mint egy új Mario játék. Nem mondod, az nagy királyát immódolva. Úgy néz ki, hogy a fő pályára is bemeltünk mostantól, és akkor ez itt mi lesz? Segítsetek, léci, oké? Okay? Nem akarsz Bowser pikkelni, akkor most ki kell... Na jó, ki az, aki a kettő power up lesz szerintem? Lehet, hogy egy. Ki az, aki a bal oldalit fogja először figyelni, és ki az, aki a másodikat? Balról döntsünk, jó? Balról haladva. Ki az, aki az elsőt figyeli, mert össze fogják itt rendezni a dolgokat. Propoz azt mondja, hogy a bal oldalit vállalja. Ki a második? Én leszek a második, de rajtatok is áll a dolog. Rajzoltam is párat, nagyon szép fotókat készít. De király, örülök neki. És miket rajzolsz? Propoz, akkor kettőnkön áll. Akkor ketten csináljuk. Hajrá! Jó, én nézem a gombát. Szerintem az első, az enyém az volt. Igen, mert pattant is egyet. A harmadik is jó? A harmadik lesz a jó? Akkor az első és a harmadik volt a jó. A második az egy. Nem, mert ott ugrott egyet, Zoli. Volt egy kis pattanás, ott a másodikra ugrott volna be. A második rossz, igen. Akkor a harmadik. Köszi! Királyak vagytok. Na, és akkor most ezek közül csak egyet fogunk felvenni majd. A koronát, ami Toadette fejére való, azt nem visszük magunkkal. Nem tudsz több itemet magaddal vinni. Discardolj kérlek kettőt. Ezt és ezt. Nem, azt nem! Ezt és ezt. Igen. Vehet. S23 Ultra? Én nem értek a telefonokhoz, nekem nagyon kívül esnek az érdeklődési körömön. Sajna, tehát én totálisan nem vagyok képben a telefonokkal. Én most vettem egy... Micsodát? Nem tudom mi ez. Várjál, van itt egy telefon előttem.
eszközökben van a telefonról? Hát van benne valami leírás az eszközök, lehet, hogy beállításokban van. Beállítások. A telefonról. Ez itt egy Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Ezt vásároltam részletre. Most visszamegyünk és megpróbálunk a többi pályára is eljutni, még mielőtt befejeznénk ezt az őrületes bringa gépet. Hogyha lent megyek, akkor megyek középen, ha középen megyek, akkor megyek lent. Ha középen megyek, akkor megyek lent. Szevasz, Savi, hogy vagy, mi a helyzet? Tévedtem. Szeris, hogy fáradtál el ennyire? Túl sokat diablózol, nem alszol? Ne csináld. Ez rossz ötlet volt, ez meg még rosszabb. Hát ezt most aztán eldobtam, azt hiszem. Szerintem ezt nem fogom tudni megcsinálni már megint. Sokat szorra sem. És most pont úgy fog érkezni, hogy rosszul? Azt hiszem, hogy igen. De mit tehetnék? Jó, megvan. Csillag leugri. Á, de hát hogy tudtam ezt? Úristen, a csillagot figyeltem. Hát de milyen buta voltam. Hogy vagy, Savi, mi a helyzet? Na, tehát most figyeljünk. Alulmész, akkor felülmész. Középen mész, akkor alulmész. Össze-vissza mész. Felülmész, akkor felülmész. Nézzük meg. Á, tök jó, találtam egy pályát. Ez a Meringue Clouds 4-es. Bouncy Cloud bumerángok. Nézegetem a freelance oldalakat. Mármint, hogy az mit jelent? Milyen, hogy be voltunk zoomolva? Ezzel kellett volna felugranom balra? Várjál, erről kell ráugranod a bal platformra, ugye? Ez az! Ott az együk meg a gomba. Egész héten túl óra volt, ma is másfél órával később tettem a lapot, amit kellett volna. Sajnálom. Már ez fel fog minket ott fújni? És tényleg. De jó. Gondoltam, hogy van itt valami turbisság, amit ki kell, hogy próbáljak. Coinok mindenképpen jönnek, itt nem lehet lemenni. Nézd, hogy ugrálnak a mobok. Azt a mindenit. A gonosz Decepticonok. Azt a büdös mindenségit, de mekkorában vannak már. Ez jó lesz. Nem lehet lemenni. Ez megvan. Ezt felvegyem? Felveszem én persze. Majdnem jó volt. És jönnek a gonosz bumerángok? Az baj. Elég jó. Helyes. Fogd meg, dobd meg. Csodálatra méltó. És akkor ezt össze tudom szedni? Erre hogy kellett csúszni, hogy így csúszol? Gyönyörű, haver. Ez nagyon szép. Ott van alul egy felhőcske. Élet! És itt ez bemegy? Nem, azt hittem, hogy ott van rejtett fal. Ez hogy megállt? Ne, várj! Azt hittem, hogy elvisz még. Hoppá! Vigyázzunk. És most ez... Aha, vissza is jön. Vigyázzunk ezzel is. Ezt elküldöm arra. Hanem arra az időre legalább megnyugszik. Hogy táncikál? Őrület. Alul valahogy be lehet menni. Lehet, hogy leseggelek. Aha! Igen. És ezzel most összeszedjük az összes kérdőjelet, amire... Jazz! Jó. Megpróbálom teljesíteni a lehetetlen. Hát... Már jó! Jézusom, te vadállat! És most oda be kell, hogy menjünk. De vajon tényleg be kell oda mennem? Nem. És ezt frankon ide bedobják ilyenkor? Egyik sem? Hát én komolyan elhittem. Várj, akkor menjünk ki innen. De most azzal, hogy a fenti részen elpusztítod a... jó, nem baj, túléltem. Az a lényeg, hogy kijöttünk innen is. Még nem volt checkpoint. És itt valahol lett volna egy hely, ahol bemehettem volna. Hát itt számos kérdőjel áll előttem, úgy érzem. Ezt meg... Hogyha nem csinálod tökéletesen az ugrást, akkor ugye... Nagyon-nagyon rövid idő áll rendelkezésre, és ezzel el is sikerült rontani ezt a feladványt, nem baj. Megvan a checkpoint, mehetünk tovább. Oda be kéne ugranom balra? Coinok azt mondják, hogy ne ugorj balra. Ez igen, micsoda titok volt ott. Most kilő minket?
Wow, ez tök jó volt. Na hát. Megvan a más, harmadik coin. Emeljük meg. Hajaj. És akkor itt hogy mész fel? Sehogy? Jó, mindegy, akkor hagyjuk. Legyünk óvatosak ezen a pályán. Mert még talán megcsinálható. Még szerintem nem lehetetlen. Sikerül befejezni. Az a virág most akkor úgy marad? Mi ötlet volt? Nem baj, nem baj, nem baj, megyünk tovább. Talán itt lesz a vége mindjárt. Erősen reménykedem a lehetetlenben. Á, és ez ilyenkor visszajön ám. Oké, okay, eddig szép. Íj, azt a mindenit! Micsoda szerencse, ezek szállnak tovább amúgy. Várj, várj, várj. Valad, és még össze-vissza szállnak ráadásul. Nagyon rossz ötlet volt, amit most csináltam. De kit érdekel, amikor már legalább a cél megvan, ez az. Oh yeah, Mario time. Felhő mondja, hogy papa. Azt nem is figyeltem, hogy a szájuk mozog-e a dallamra. Szeretnék webdesignolni élesben is, megtapasztalatot szerezni. Na, remélem, hogy sikerül, és hogy minden olyan lesz, amilyet akarnál. Van még egy pálya itt, amit megnézhetnénk, mielőtt bemegyünk a kastélyba. Elkezdtem a Plague Tale Requiemet, viszonylag el... Várján? Lent kellene mennem. Akkor középen megyek. Viszonylag elfut, kíváncsi leszek. Jó szórakozás neked hozzá, remélem hozza majd a hozzáfűzötte. Rossz irány! Milyen egy szemét pálya ez? Hát össze-vissza megyünk rajta. Nagyon sokat kell küzdeni a pályákokért. Ez jó lehet... Aha. A lendület levitt. Jól van, semmi baj. Még egyszer. Jó sok élet elment már itt, ugye? Új főnökön van, aki kiakadt, hogy ezzel a tudásommal ennyi után magasabban kellene. Nem kreált nekem egy magasabb export pozíciót, mert most 3 héten át rá kell dolgozni, hogy minden fejes elégedett legyen, megkapjam később gond nélkül. Ez igen, ez igen. Akkor eddig csicskába vettek, és akkor most döbbentek rá arra, hogy neked itt már többet kellene tudni. Szerintem középen megyek, és akkor lemegyünk. Igen. Így is van. Na most ezt muszáj megcsinálni. Ez az első, a mindent eldöntő. Lássuk. Nem merek. De merek, meg lesz. Jó, most kell megcsinálni. Ne! Elmegy! Jaj, barátom, hova az Istenbe mész? Jaj, gyere már vissza, te hülye! Ho, nagyon király, na! Hát ezt azt hittem, hogy nem fogom tudni felvenni. Hát de, mint ahogy mondtam, hogy most kell megcsinálni. Most lett megcsinálva. Azt a mindenit. Ez nehéz volt, hát majdnem elment. Azt hittem, hogy leugrik a pálya szélén. Már elég volt az Elden Ring, most már nézek és nem csak hallgatlak. Na, csak nem kemény Elden Ringezésekben voltál. Nem tudsz mindent magadnál tartani. Hát akkor az egyik csillag menjen el, és akkor ez diszkárdoljuk, annak a helyre jön be. Jó. Az olyat még nem láttunk, ami ott van. Ez a kis pergettyűs dolog. Szerintem el is használok akkor egyet. Ezt fel is vehetném. Ó, wow! Ilyet még soha nem láttunk. Ez micsoda? Azt mondja, egy quick dip in the sky. Ez egy gyors merítés lesz az égben. Ha, mi ez? Víz! Várjál már, ez tök menő! És felszáll! Ti láttatok már ilyen Mariót? Én még soha. Ezt fel ne vegyük, mert abból csak a gond meg a baj. Shit! Várj! De nagy szerencse! Ez tök metál ez a Mario, ez nekem nagyon tetszik. Oké, azt sem szabad felvennünk. Ó, de nagy problematika az ott nekem most. Az nagy butaság volt, hiába. Ki gondolta volna, hogy ennyire bele fogok nézni a rosszabbik oldalára. Várjál. Gyors úszásban nyomatjuk. De nem baj, ez a power up azért szerintem egészen hasznosra sikerült ahhoz képest. Most balra is mehetnék? Ja, de jobb. Nem, balra nem, csak jobbra. Megvan a fél pálya, nagyon király. Tetszik ez a pálya nagyon. Szerintem tiszta menő. Mario, kis barátom. Nagyon hülye ötlet volt, de nem baj, mert megkaptam, amit meg kell kapni. A szupervirágot. Ez az, nagyon menő, nagyon menő. Gyerünk tovább. Itt csak egy coint jött ki belőle. Azt mondjuk egészen nagy buta dolog, amit most csinálok. Várjál. Jézusom te. Mi ez? Jó, megvan. Komolyan mondom, küzdök az életemért. Barátom, jó, le van szarva. Gyerünk tovább. Gyerekek nem figyelnek. Ott be lehet menni, nézd.
Mhm. Most mi lesz itt ezzel? Ez meg lehetett volna az előző. Tehát ott is fel tudnál ugrálni, hogyha kiütnéd a középsőt. Gondolom, hogy át kell mennem a bal szélre. Aha, kicsit várunk türelemmel. Ez nagyon király ez a pálya, nagyon de tetszik. Tök jó ötletek vannak benne. És itt is meg lehetne csinálni a kointot. A középsőre gondolok most. Nagyon jó. Talán meg is vagyunk vele, nem? Persze. Oké. Most már csak a kastély. Nem mertem. És hol van? Eltűnt? Nem. Csak mélyről érkezik. Hát... ezt miért csináltad, Mario? Ha most meghalsz. Tudod mit? Nem érdekel. Inkább vegyük be a célba. De ez annyira béna volt, hogy inkább szerintem hagyjuk is. Ha senki nem látta, senki nem beszél róla. Így van. Szerisz, nagyon szorítok neked, hogy működjön ez a következő 3 hét, és hogy beváljanak az elképzeléseid, és minden úgy alakuljon, ahogy szeretnéd. Megérdemelnéd, hiszen iszonyatosan sokat dolgozol. Akkor is megérdemelnéd, hogyha nem dolgoznál iszonyatosan sokat. Szevasztok, Katáik! Hogy vagytok, mi a helyzet? Köszönöm a raidet, remélem, hogy jól vagytok, és hogy minden szuper nálatok. Ludwig Boromű kastélya következik. Ez nem 400 idős, hanem 500-as, tehát itt el fogunk időzni valószínűleg. És itt is kis felhőcskékkel próbálják takarni az utat előlünk, ha jól látom. Hát gondolom ez nem hülyeség. Ez igen. Áj, de nagy butaságot követtem el magammal szemben megint, ott nézzenek. Uhaver. Akkor inkább átjönnék itt alul, jó? Ha nem baj. Ezek össze tudnak csukni téged. Ó, ez nem volt jól átgondolva, várjál. Aha, így itt felül. Felugrasz. Leugrasz, lendület. Jó, megvan a virág. Ha, szerintem én most lekúsz. Oké, megvan. Igen, legugulunk. Így. Kell a virág, mert az egy extra életnek minősül, vagy hát minek nevezzem. És most itt mi lesz? Olyan boss fightokban voltam, melyik játékról beszélünk? Mit csinálják ezzel? Most megvan. Az mit csinál? Ó, de komoly! Ha nem időzítesz rá az ugrására, akkor bajba kerülsz, nagyon jó. Inkább menjünk erre, ott az a power az nem kell. Megvan a fél pályát jelentő bónusz. Checkpoint. Az jó volt. Még egy virág. Azt meg lehet fagyasztani. Volongozás? Na. Remélem, hogy jól szórakoztál. Volongozás közben. Most mi lesz? Már most nem is úgy ugrott, ugye? Most fog úgy ugrani. Igen. Okosba, gyerünk. Gyerünk, Muperszárió. Az mi az a napocska? Vagy nem tudom, ilyen elektromos... vibrátor. Mármint, hogy Bilbo. Baggins. A Baggins úr a gyűrűk urából. Itt mennél le. Ez már a cél? Elnézést! Hát de majom voltam. Nem figyeltem eléggé. Jó! Mentés! Oké! Azt a mindenit! Hát megcsinálja! Nincs itt baj. Most, hogyha ide bemész, akkor jössz vissza is. Oké. Megoldás. Ez de szép volt. Oké, készen állok. Jöhet a hihetetlen és elképesztő boss fight. Ludwig következik. Ő is egy ilyen Bowser szövetséges gonosztevő. De vajon meg tudom-e csinálni elsőre egy gombából? Mert akkor mehetnénk tovább a következő pályára, és akkor a mai epizóddal akár a 8. világ is még félig befejezésre kerülhetnek, akkor a következő rész hétfőn befejezi a játékot. Mit csinál? Ludwig, 3-an vagytok? Az nem túl jó. Mi következik? Ha? Figyelni kell nagyon. Az buta dolog volt tőlem most meglehetősen, ugye? Oké. Jobbra is, balra, ahogy az lenni szokott.
következőnél el fogom rontani szerintem. Kellett volna valami extra. Megháromszorozza magát, utána jönnek a lövések. De hova kellene állnom? Talán ide balra, ez jó lehet. Meg volt! Várj! Azt most egyébként nagyon szerencsésen sikerült kidodzsolni. Gyerünk, már csak egy kell. Már csak egy utolsó. Nem tudom, hogy mi volt itt a kitaláció, talán az, hogy jobbra mész. Aha, igen, ez jónak tűnik. Kétszer lőnek. Vigyázzunk. De gonosz, hogy az meg tud téged bántani. Jaj, de közel volt már a vége a dolognak. Ó, azt a mindenit. Pedig azért az elég király lett volna. De nem baj. Próbáljuk még egyszer. Vegyünk fel hozzá szerintem valami power-upot. A virág az most jól fog jönni. De pedig majdnem megcsináltuk tényleg, már csak egy ugrás választott el minket a céltól. Megjegyezzük, hogy azok ugrálnak olyankor, amikor te nem szeretnéd, hogy ugráljanak. Ez jó eddig. Itt egyből fel lehet venni a virágot, hogyha olyanba vagy. Ez most itt baj lesz, ugye? Mert le akar lökni. Jó. Ugye, hogyha egyszer be tudtam oda menni, akkor aha. Ez egészen sokáig fog téged stun alatt tartani, szóval jobb lesz, hogyha okosan ugrálsz. Nem mondod, hogy nem fértél ki? Jaj, Mupersario, mit művelsz az életeddel? Elnézést, de azt hittem, hogy átfér. Buta voltam. Elismerem. Köszönöm, Dark Dawn. Észre se vettem az órát. Nagyon kedves tőled. Köszönöm szépen. 34. Hát az nem kevés az a szám. Az nem kevés, de milyen szemfüles voltál. Ez igen, te. De az órán tartottad a szemed, lefogadom. Köszönöm, amúgy tényleg nagyon kedves vagy. Köszönöm szépen. Ez a nap is el fog telni. És valószínűleg holnap is ugyanaz leszek, aki eddig voltam, úgyhogy... Nem gondolom, hogy túl sok minden vár... Szemét ez a pálya! Szevasz, Morzsi! Jó pihenést! Kösz szépen, hogy itt voltál. Még egyszer. Én most már nem fogok nagy már jobb átmenni. Azzal megyünk, amit itt fogunk felvenni mindjárt. Az van, hogy amíg ő ott van, addig te nem akarsz oda átugrani. De milyen kis súnyi néz oda... Ó, oda néz. Ez a gomba már az enyém. Megcsinálod? Meg. Eddig jó. Most kellene felvennünk valamilyen úton, módon. Á, itt van egy bónusz bejöveteli rész. Most kéne felvennünk. Még egyet. Lehet, hogy itt a jobb oldaliban van. Á, itt is van bónusz, de jó. Ez most jön. Hát jön éppen, de szerintem ebben kell, hogy legyen, nem a bónusz. Nem, tévedtem, bocsánat. Itt lesz a Ne csináld már! Hát de milyen izé vagy te? Hát komolyan azt a mindenit. Pusztulj ki! Bomba! Júú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 ú
Most az hogy lesz? Jó, oké, megoldom. Azt a mindenit, nem baj, még egy esély, hogy megcsináljuk a boss. Szia Covidil, hogy vagy, mi a helyzet? Remélem, hogy jó napod van. Gyerünk már, jó, Uber Szarió kalandjai. Micsoda ugrálás. Kár, hogy itt nem tudod a pályákra hozni magaddal a power-upot, mint annak idején a játékban. Azt hiszem a 3-ban volt ilyen. Amikor először csinálja azt, hogy felmegy, 3-ba változik, ugye? És akkor te a bal oldalra állsz be, átmész jobbra. Jó. Ezt elsőre hogy sikerült jól csinálnom? Tiszta, nem tudom, szerencsém múlott, attól tartott. Még egyszer. Ludwignak az óramű kastélya, ahol úgy néz ki, hogy egy kicsit több időt fogok eltölteni, mint azt terveztem volna. Hát meglátjuk, hogy álljunk meg. Meg kell várni, amíg abba hagyja azt, amit csinál. Kis barátom. Jó, megvan.
Gomba jön. Nem merek menni. Most már merek menni. Nagyon jó. Szerintem mindenben nem nagyon lehet elrontani, ugye? Mindig elszólom magam. Dobd el, amit van. Dobjad. Mutasd. Helyes, helyes. Na. Hey! De hát ebben nem volt bónusz. Hát ebben mindig szokott lenni. Istenem, hanem megráz. Fú. Jó, hát akkor most kellett volna a gomba, ugye? De hogy rázott az ott meg? Várjál, mert már küzdök az életemért megint. Jó, egy élettel fogunk megint rámenni a bossra. Meglátjuk, hogy sikerülhet-e. 2.860.000 pontunk van a játék végigjátszásában eddig. Őrületes. Akkor ez, hogyha holnap alszol egyet, vagyis ma alszol egyet. Ja, igen, én is így vagyok velem. Nem órákhoz kötöm a napok múlását, inkább alváshoz. Na most csináljuk ügyesen, most nagyon ügyesen, gyerünk! Baj lesz? Eltűnik, eltűnik, az is eltűnik. Jó lesz. Jó, és most? Gyönyörű, gyönyörű. Az első az jól vett akadály. Lássuk, hogy a többi is meg lesz a kis Mariónak. Leesnek. Nem az volt. Ez volt, nagyon jó. Már csak egyszer kell. Gyerünk, gyerünk. Ha mindenki rátapad a képernyőre, mindenki teljesen készen van, úristen, Mókinak sikerülni fog ez a hihetetlen boss. Most rossz helyen állok? Nem, most jó helyen állok. Kétszer csinálsz! A mindenit, hogyha maradtam volna a seggemen a földön, akkor nem lett volna baj. Ha nem alszok egész napon keresztül, akkor rövidebb az év egy nappal. Hát olyan érzős lesz, igen, de egy évvel az életed. Ne baj, még csak ötször haltunk meg, még csak most jött be a segéd felkiáltójel. És csak azok kapják, akik a legügyesebben mennek végig a játékban amúgy. De komolyan. Zöld felkiáltó jelzi, hogy király vagy. Jól nyomod. Mi ez az akadozás? Írem. FPS dropokat vélek felfedezni. De mi lenne, ha itt most nem venném fel a gombát, hanem csak elindulnék erre? Na, ugye? Mekkora ötlet volt? Oké, figyeljünk. Ötször is megcsinálod. Ez olyan, mint a szegedi lányok a... Ötször meg egyszer. Még egyszer. Még ötször. Oj, hogy lesz ilyen buta, Mario? Miért csináltad ezt velem? Az fáj. No, jaj. Átérzem a fájdalmát, mint akin átment egy tehervonat. Fogalma sincs, hogy milyenek a szegedi lányok. Hát amikor... Beszélgetés után nem azt mondják, hogy még egyszer, hanem még ötször. Ezt nem lehet tudni. Dehogy már. Mario, kérlek, mert megköszönöm. Jó, 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 eddig még nincs nagy baj. Csoda, csoda, gyerünk, 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 nem gáz, mehetünk tovább. Megbírja csinálni, mert Marióból van azért, mert a bajsza kinőtt. Nem viselted ezt a viccet? Na hát! Pedig ez is olyan szakállas dolog már, mint Muper Szárió testvére Luigi, akinek csak a bajszát látod. Ezt nem kellett már felvennem most, ez butaság volt. 5 évet éltél Szegeden? Wow! Na jó, de az inkább tanulóváros, nem? Tehát igazság szerint... Várjál, 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 Muper Szárió, várjál! Oh, nagyon jó! Ott inkább tanulók vannak. 6-ot. És nem pedig tehát az
a helyi törzs gyökeres lakosok, akik tényleg szögediesen beszélnek, azok ott kevesebben vannak, nem? Lehet, hogy csak nyáron beszélnek úgy, azzal a dialektussal. Gyerünk, most már power up-om is van. Elefele? Szevasz, Captain, mi a helyzet? Leesik. Nincs barátom, benézted? Uper Sario most power up-al érkezik a harcba. Ezt már nem lehet elrontani. Come on! Ez nem az volt. Ez sem az volt. Megvan! Micsoda tökéletesség. Micsoda hihetetlen kiszámolások. Csak itt nálunk a teachpertv.mókáson. Gyerünk! A végső! A hihetetlen összecsapás második epizódjában. A második támadás után megérkezünk a győzelembe. Most! És kész! Nem baj! A lényeg, hogy nyertem! Wow! A meringő felhők pályái ezzel meg lettek csinálva. Ott egy izsáki osztálytársam, azt mondogatta egy-két lánynak, jó, hogy jó nagy feneköd van. Az igen. Egyszer. Amúgy is rosszul tudjátok, Kecskeméten is ez a tájszólás utolsó szótag az ő. Egyszer. Elrontjátok itt a humort. Jéj, mondta Mario, és ezzel most megyünk tovább a játék 8. világába a 9-ből. De hová mehetünk most? Mi lesz a következő helynek a neve? A folytatásban kiderül. Humor volt rossz. Szar a humorom, de hát ezért gyártok ide, nem? Ez Bowser hajója. Megint el fog kapni? Felmegyünk a hajóra. Ne csináld, hogy ma végére érek ennek a játéknak, mert még van 2 világ, de azok lehet, hogy DLC-k. Mi lesz ebből? Alul van virág, tehát itt tudsz menni. Mi lesz ezen a pályán vajon? Az a keze! Ez egy rémen mechanika, ott voltak ilyenek. Jó, mondjuk valószínűleg már régebbre, sokkal régebbre nyúlik vissza. Ez volt az a kéz, ami felvett bennünket és elhajított messzire a kastélytól, amíg Bowser átvette a kastély felett az irányítást, ugye? Az baj. Nem baj, Mario, bírod! Most hova megy? Most oda megy. Ezzel a kézzel is tűnt, úgy látom. Megkaptuk a lehetőséget a nyugizásra, idáig tartott. Szia, Oliver Switch! Szép estét! Nálunk nagyon-nagyon sok Switch tartalom van. De ez már szerintem ilyen 400. óra Switch tartalom a csatornánkon. Tényleg nagyon sokat játszunk. Zeldákkal, Mario-kokkal, Kirby-kkel, és még tervezek egy csomó minden mást is. Oké, odébb megy, minden rendben. Azért ez egy nehéz pályának tűnik amúgy. Most itt hogy mész által? Checkpoint, végre. Úristen, egy hatalmas raid. Conti, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy hozzánk köttetek át ma este is. Nagyon hálás vagyok, sziasztok. Képzeljétek el, hogy éppen ennek a marha jó kis Switch játéknak lassan a végére fogunk érkezni. Várjál, így. Ó, gyroszkópos pályaműködtetés, de menő! Hát ez nagyon jó, megy már. Szóval, hogy éppen a New Super Mario Blue Bros. U Deluxe-szal tevékenykedem. Várjál, Mario, te szemétláda! Hát mit művelsz? Oda nézzenek. Jó, ez a gyroszkóp, ez egy teljesen új mechanikát igényel, és nagyon oda kell figyelned, hogy hogyan irányítod, de meglepően izgalmas és király. Szerintem ott lemegyünk egy szinten, ugye? És most kimész balra, és megállsz ott. Akkor kapsz egy ilyet. Jó, és most mehetünk tovább. Sziasztok, Kontiék! Meséljetek, hogy ment a mai stream?
Jaj, Mario, azt is tolvas, haver! Semmi baj, semmi baj. Jó, talán még ezt megoldhatjuk valahogy. Azt a mindenit, mekkora izé halálsugár van ott is. Most hova megyek? Várjál már! Hát de... No! Azt a mindenit, mekkora egy szemét dolog volt ez. Nem is láttuk a pálya végén, hogy ott nincsen semmi. Azt a mindenit, hogy megszivattak. Szevasztok, jó estét! Zelda nagyon mainstream lett. Hát de megvan benne azért a... Érted azt, hogy a... Nézőkkel együtt lehet szórakozni rajta szerintem. Aha, most figyeljünk nagyon oda, jó lenne a power-upot megőrizni, hiszen mégiscsak Bowser hajójára megyünk éppen fölfelé. Gyroszkopnál itt nagyon-nagyon óvatos irányításra kell felkészülnöd. Ha ez a játék a kezedbe kerül, itt aztán tényleg komolyan oda kell tenned magad. Ezeknél a részeknél már. Leessünk, szerintem kimegyünk balra a jelmezünkért. Érdekes, hogy ez itt nem tud leesni. Ellentétben ugye a... Mario, miért csináltad ezt velem, te szemét? Jaj, meg... Várjál, ez hosszabb ideig van ott azért. Jó, mehetünk. Oké, és akkor most itt megállunk egy kicsit, jó? Mert szerintem jó lesz nekünk ez itt lent is. Vagy nem, menünk el. Sietve kell mennünk, azt a mindenit. Barátom, hallod? Várjál, Mario! Azt a mindenit, hallod? De komolyan mondom, hogy ízzi, az ember keze remeg. Hát, nyugdíjasnak érzem magam. Hát mondjuk most is születésnapom van, talán most már közelebb is vagyok hozzá. Mondjuk nem, mint hogyha lenne majd nyugdíjam egyszer. De várjál. És akkor ez azt akarja, hogy erre menj át alul. Ezt nem tudjad megcsinálni ezzel. Nem, vissza az egész. Most előre gyors. Mario, légy szíves ki? Ó, barátom. Az a csoda, hogy eljutott hozzánk, az előző Game of the Year-t nyert, még Switch is nagyon beindult, ennek eredménye a következő játék is nagyon felkapott lesz. Nem gondolnám, hogy önmagában ez az indok mögötte. Én azt gondolnám, hogy mivel a játék iszonyatosan szórakoztató tud lenni, ezért a Zelda az, hogy ilyen kreatív megoldásokat láthat a néző, azoknak, akik szintén játszanak a Zeldával, azoknak szerintem egy külön öröm lehet másféle megoldásokat is látni abban a játékban a különböző puzzle-ökre nézve. Köszönöm, nagyon kedves. Köszönöm. Most megyünk által. Itt megállunk egy picit. Hey, gyroszkóp haver! Jézusom! És akár át is mehetnék, ugye? Ez a kontroller döntögetés iszonyatosan móka. Tehát, hogyha kölök lennék és egy ilyen feladat elé állítanának, biztos, hogy totál élvezném. Szerintem marha jó. Na most megvan, aminek meg kell lenni. Maradjunk középen. Úgy érzik el szkóp? Nem, teljesen jó. Teljesen jó. Teljesen jó, csak szokatlan, mert eddig ez a mechanika nem volt itt a játékban szerintem. Köszönöm, Batidor, nagyon kedves. Köszönöm minden jótoknak. Szerintem ugranom kell, ugye? Nem, megvagyunk. Na most ne roncsuk el. Gyerünk. Hallod. Azért ez is komoly, de legalább kaptunk egy életet. Várjál, itt fel tudok szállni. Hát persze, hát minek szórakoznék ott alul? Ha ezt meg tudod csinálni, ugye? Tényleg? Splatoonnal nem volt még szerencsém játszani. Sajnos akkor lettem Nintendo partner, amikor a Splatoon 3 megjelent, és arra a játékra így már... arról már így lecsúsztam. De nagyon érdekelt volna. Köszönöm, Spectral. Köszönöm, nagyon kedves. Egy újabb checkpoint, ez a harmadik, második itt a pályán, a harmadik szegmensbe érkeztünk meg. Felfelé kellene mennünk azzal az ágyúval. Szerintem boss fight következik, és aha. De hiszen ez Bowser Junior. Személyesen. Újra megküzdünk, minek utána. Előzőleg ugye az izében küzdöttünk meg egymással. Azt majd meddig lehet, várjál? Most sok időd van. Miután a... Abban a Mario-ban
mondjad már, melyikben küzdöttünk meg egymással, a vizesben. Az eltalált. Ó, mekkora faszta minden itt. Hallod, ez nagy kemény volt. Ez mekkora komoly volt már. Jó, 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 egyszer megcsináltuk. Ez mi mentés volt? Zoli, köszönöm a köszöntés. Micsoda mentések pörögtek? Azt frankó rám dobtad, nem mondom. És most mi lesz? Ennyi rám nyomja, ugye? Most már három. Ah, nem mondod, hogy estében nem tudod megcsinálni. Sebezhetetlenné vált, de ki gondolta volna, hogy ott sebezhetetlen lesz? Hát megdobtam harmadszorra is bombával. Boarding the Airship című pálya. Nem a gravitáció volt a baj, hanem hogy megdobtam a harmadik bombával, és nem számította be. Köszönöm, Plombahú. Tényleg? Ilyen idős a fiad, ne csináld. Hát éljen ő is soká, ne viccelj. A mindenit! 53 életünk van, de vajon le tudjuk-e győzni most? Mario, Super Mario Sunshine volt a címe, ugye? Jó, most a robbanás intézettel. Lehet, hogy amikor ezt csinálja, akkor nem tudom megsebezni őt, vagy lehet, hogy nem is a gépezetet kell sebezni alatta, hanem őt magát, nem? Nem tudom, nehéz eldönteni, de mindjárt kiderül. Felvetnék akár egy bónuszt itt. Mi lenne? Ha elvinnék egy csillagot mondjuk magammal. Próbált ki a három nagyon jó, mert szerintem még potenciális Uber lobbik is lehetnek. Kicsit azért drága a Splatoon 3, arra, hogy csak úgy kipróbáljam. Szerintem először egy demót kellene néznem belőle. De most ilyenkor hozzáférsz a bosshoz? Ha lejönne, akkor meg tudnám bántani. Nem, ez eddig tartott sajnos. Jó, ez jó, eddig szuper. És akkor a kezét letenni, ugye? Ah, és lelök. Jó. Hát ezt át kell ugranod. Oké. Hát amíg repülgettünk, addig nem volt ezzel a probléma. Most viszont, hogy nem tudunk szállni, power-upok hiányában, meg kell tanulnunk az egész boss fight-nak a menetét. Kivéve, hogyha elhasználom mondjuk ezt. Oké, hadd szóljon. Vagy lehet, hogy korán használtam még el? Köszönöm, Froboz. Azt nem értem, hogy miért nem tudnak a tripla sok Zelda szintű kreatív dolgokat összerakni. Azt én is tudom, látod. Pedig mennyivel szebb lenne ez a világ, ugye? Aha, és ilyenkor leszárul, látod? Így nem annyira. Jó, most ez megvan, érkeznek a bombák. Nem mondod, hogy ez engem is sebez. Jaj, de ne már. Ez nagyon gonosz dolog volt már megint a játéktól. Jönnek a bombák megint. Ó, most meg sikerült valahogy eltalálnom, de mekkora pályarész hiányzik? Már nem. És ebből mi lesz? Köszönöm, Zoli, nagyon kedves tőled. Hogy vagy, mi a helyzet? Hogy aludtál? Nem szabad a bombának neki menni. Jézusom! Jól van. Már csak egy kell, már csak egy utolsó. Ilyenkor a keze... Jééééé! Jó, 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 oké, tehát a kezét ilyenkor felhúzza elsőre. Ezt nem tudtam. Őt már túléltem? Hát akkor mégsem én leszek a Krisztus, látod. Reménykedtem benne, hogy ide a Teach világába Krisztus Jézusként fogok bevonulni. Eltelt 5 év, aztán még mindig itt vagyok, látod. Na még egyszer. Nagyon sokon múlik a boss fight, sokféle olyan mozdulat van, ahol könnyen elbukhatsz. Kezdve a kis bombákoktól, ugye. Jó, és most mi lesz? Jó. De ezen a meredeken akarod, hogy felmenjek? Az nem jó. Az nem nagyon jó most, amit sikerült összehoznom. Megint ugyanaz.
Nem, nem, megengedi, hogy megcsináld. Jó. Első megvan. A Mario nem annyira kötött le. Ne? Nem tudta, hogy mi a jó. Nem robbant rá. Az el lesz dobva. Kétszer? Oké, megvan, megvan, megvan. Nem jól csinálod, Móki. Jaj, Istenem, mi lesz ezzel? Oké, még egyszer. Vissza. Hát, a Super Mario film az perfekció volt. Perfekció volt a javából. Ez megvan. Most jön a piros. Oké, megvan a kettő. Micsoda, még egyszer meg akarod nézni a Wooper Szárió kalandjait? Mario, mit csinálsz? Azt hittem, hogy itt vége lesz a kalandunknak. És ki fogja ütni a platformot? Nem, csak a középsőt. Menjünk át a másik irányba inkább. És mit akar? Mi lesz ebből? Jó. Most meg kell tudnom csinálni. Elrontottam, három bomba jön. Szerencsénkre. De nem lesz elég idő hozzá. Jó, oké. Nem volt elég idő hozzá. Ezt nem tudtam, hogy ennyire rövid életű lesz ez a dolog. De egy pókverzum. Hát az... De hagyjuk már. Hát hol van a... Hol van a pókember Wooper Szárióhoz képest? Hát sehol. Kanyarba sincs. Inkább, mint egy pókverzum. Mondjuk igen, ebben egyetértünk. Ebben egyetértünk. Ne, hát ebben minden benne volt, aminek benne kellett lenni. Az egész franchise úgy, ahogy van az első Super Mario-tól kezdve, a legutolsóig minden benne volt szerintem. Úgyhogy még a Mario Kart-os részek is szerintem annyira jól sikerültek. Donkey Kong és mindenki csodálatos, csodálatos. Most ilyenkor... Jó, jó, gyerünk. Azt hittem, hogy elém fog ütni. Nem elém ütött, rám ütött. Odaüt, ahol állsz. De miért nem tudom ezt? De annyira egyszerű ritmus játékról beszélünk. Na még egyszer. Szerintem ez még nem az utolsó pálya. Hát ez még csak Bowser Junior. Nem lehetünk az utolsón. Szerintem innen még van két világ. Tutira kell, hogy legyen még kettő. Kettő szerintem tutira van. Amik már biztos, hogy istentelenne ezek is lesznek, ha jól gondolom. Túl sokáig volt valami a kezemben, attól tartok. Na még egyszer. Jaj. Ah, tehát akkor még egy van, és egy-két postgame világ is van. Hát akkor még elszórakozunk ezzel a game-mel, úgy érzem. A power-up-jainkat, azokat már felhasználtuk, úgyhogy most már muszáj tökéletesen megcsinálni sérülés nélkül ezt a harcot. Kár, hogy középen nem dobnak le egy gombát mondjuk, az tök jó fej dolog lenne. Hogyha annyival segítenének a harcot megkönnyíteni. Most csapni fog, ugye? Oké, nem volt rossz, nem volt rossz. Hogy is volt a sorrend? Most jön a bomba, kettő. Igen? Nem. Most nagyon rosszak a platformok. Jelszusom. Ja jó, visszajöttek időközben, oké, nincs gáz. Kétszer üt. De mi? Hát de ugrottam! Hát de most jött a kétszer ütés. Jaj, még egyszer elnézést kérek, még egyszer.
Az első akadályt jól vettük, a második már sokkal nehezebb. Itt ebben a játékban egy kicsit erőteljesebben van megcsinálva a lendület, ugye, a játékban. Nagyon oda kell figyelned rá. Ez az, ami teljesen megnehezíti a mechanikákat, a lendület megmaradás. Furcsa, hogy Bowser Jr. nem beszél. Előző részekben neki szokása volt magyarázni itt-ott. Hát ez meredek lesz egy kicsit. Azt nem mondod, hogy elütötted oda. Oké, még egyszer. Most jön a mancs. Nem, várjál, még nem. Hát ezt itt meg kellett volna dobnom, ugye? Menjünk át a másik irányba inkább. Jó. Ez most egy nagyon szép hosszú kar lesz. Ez buta volt. Meglehetősen rossz volt tőlem. Nem baj, nem baj. Megpróbáljuk ezt valahogy még átvészelni. Mindig el tudom rontani valahol. És mindig egy új elrontási módszert tudok kitalálni magamnak, úgy látom. Ide is. Oké. Okay. Ennek a bombák egy leesik, nem esik le. A másik esetlen. A kéz. Nagyon jó. Oké, az első megvan. Ah, elrontottam az ugrás, bocs. Ami gondolom lesz még nyáron Nintendo Direct, kíváncsi vagyok, mit raknának bele. Én is kíváncsi vagyok, hogy mit raknak bele. Nagyon is. Szerintem most már egy új Switch-et kellene bemutatni, vagy valamilyen következő generációt, ugye? És nem feltétlenül a címekre kell rámenni, hanem azt mondani, hogy jó, akkor a Zelda Tears of the Kingdom volt az utolsó megjelent játék, ami ilyen nagy cím, és akkor fejezzük be, és akkor kezdjük a következő generációt. Szerintem ez lenne a király. Nem új Switch, más vett a konzol? Tényleg? Mit lehet tudni? Ez nagyon meredek, haver. Jesszusom. Hát ez nem úgy megy. Még egyszer. Metroid Prime 4 még kijön? Aha. Ennyi az idő, amíg ezek a platformok visszajönnek. Pont amíg a bomba leesik. Aha. Megjelent alul. A bombadobás. Megérkezik a platform. Nem esetsz elé. Nagyon jó. Kétszer. Jó. Itt kell megoldanod. Ez most az első? Megvan a kettes számú. Ez már a harmadik volt? Már nem is tudom számolni. Nem, kettő bombát dob, úgyhogy szerintem ez nem a harmadik. Nem talált el. Érkezik a bomba, megjelenik a platform. Oké. Okay. Jön a bombadobás, megjön a platform is. Nagyon jó. Szuper, jön a következő, a harmadik. Három bombás őrület. Na, barátom. Nem jó a kéz, nem jó a kéz, Bowser, mit csinálsz? Junior. Még egy kezet kérek, még egy kéz. Szia, Muladip, hogy vagy? Yeah! Oh, én megint elrontottam! Hogy mit ad a zöld felkiáltójel? Mutat egy guide-ot neked, hogy egy szellem karakter végigmegy a pályán, és akkor neked azt kell betanulnod, és leutánoznod, hogy te is utána tudj menni. Tehát ez egyfajta ilyen...
vezetőként működik a játékban. Még mind négy, még biztos lesz Dynek. Á, ne lehet, lehet. És milyen lehet egy új Switch szerinted, Covidil? Vagy csak ennyit lehet tudni, hogy nem ugyanolyan? Gyerünk még egyszer, gyerünk! Bowser Jr. eljött a végidő. Vagy a véged ideje, vagy valami eljött. Valami, ami jött neked. Ez hülye ötlet. Várjál, most kétszer üt. Ha nem elég meredek, aha, akkor értem. Jaj! Mi van a kezemben? Az miért volt a kezemben? Amikor leér, akkor jön meg a platform. Utána jön a végig zabáló. Ilyenkor nem lehet eltalálni, pedig milyen jó lett volna. Valószínűleg nem handheld, tényleg. Jaaaaaa! Miért csinálom ezt magammal? Még egyszer. Annyit tudok, hogy nem Switch-en megalapozott pletykák szerint valószínűleg nem handheld. Én nem bánnám, hogyha nem azon, hogy visszatérnénk a retrózáshoz, hogy szerintem ott lehet inkább a gond ugye, hogy nem tudnak annyira erős platformot felmutatni, amikkel az új grafikákat már szintre hozhatnák a többi konzolal szemben handheld verzióban. Szerintem megfizethetetlen lenne, hogyha a Nintendo kombinálva lenne mondjuk egy új stream, vagy Steam Deck-kel, érted? Mert hogy eleve nagyon drága. Értelmetlen is lenne egy handheld, ami nem Switch. Én azt nem tartom mondjuk így feltétlenül igaznak, mert... Oké, meg kell tanulnunk ennek az idejét, a hosszát, hogy meddig lehet nyomni. Szóval nem tartom úgy. Szerintem nagyon odafigyelt a Nintendo mindig is arra, hogy az előző platformoknak és az előző generációknak a címei futtathatók legyenek ugyanúgy, és mint ahogy a Switchből is lett egy sima Switch, lett egy Lite, aztán lett ugye az OLED, de itt is van három különböző verzió. Minek lenne más neve, hogyha van egy sikeres brandje. Értem, hogy mit mondasz, csak ugye a technikai limitek kapcsán mondom ezt, hogy igen, erősen indokolt volna akár, kézi verzióban pedig rohadtul módig elvezetes is lehetne. Ó, azt hiszem, hogy rájöttem egy új technikára. És most jön a piros támadás? Nem, most ugyanazt megcsinálja. Nagyon jó. Most jön a kettes fázis befejezése, ha minden jól megy. Tökéletes. Eddig minden tökéletes. Le akar jönni? Akkor inkább belengedjük ezt. Ne, várj, Mario! Inkább ide, Bowser! Mit csinál? De jó, hogy nem talált el, pedig azt hittem, hogy ott végigmegy rajtam. Utolsó, gyerünk. Kétszer csinálja. Háromszor? Nem ismételte meg. Mi a fene? Hosszú volt nekem, hogy mi volt ott a van? Nem, jaj, hogy tudtam ezt megcsinálni? Szerintem egy nagy asztali konzol várat, amelyik teljesítménye is van. Szerintem tök jó lenne. Én nagyon-nagyon imádnám. Figyelj, a Switch-re úgyis tudnak szerintem gyengített verziókat kiadni, vagy ha más nem, akkor Wi-Fi-vel ilyen cloud streaming verziót akár előremenőleg is. Meg úgyis szoktak olyat csinálni, hogy több konzolra is kiadnak egy-egy címet. Vagy több generációra, úgy értem, érted? Akkor és az első után nekem van lehetőségem egy early támadásra, ugye? Igen, tökéletes. Most már rájöttem valami nagyon fontosra vele kapcsolatosan. Hogy hogyan győzzük le? A harmadik fázis, ami randomnak tűnik, és az ott egy kicsit így nehezebb, de... Az sem lehetetlen. Jaj, Mario, mit művelsz? Jaj, Istenem! Nem jó. Kezdődik a fázis előről. Ki üti? Ki fogja ütni, igen. Lecsúszik! Le tud rajta csúszni! Ez megint egy új dolog, amit eddig nem vettünk figyelembe. Butított Zelda? Mi?
lehet, lenne egy végre nem butított zel. Igen, igen, igen. Szerintem komoly lenne, hogyha akár egy 60 FPS-es őrületet kiadnának a ti OTK-ból. De a BOTV-nek is ugye ott volna az indok az újításra, felújításra. Igen, 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 igen. Na, már így egy kicsit jobban kezdődik a harc, úgy érzem. De az Fly, hogy vagy, mi a helyzet? Nagyon jó. Ezt most nem mondod komolyan, hogy ilyenkor... újra és újra és újra. Ez már szerintem a 20. halálunk volt körülbelül ezen a boss fighton, de hát ez benne van a játékban sajnos. 0 óra 44 perc. A küzdelem folytatódik. Mennyire epic hackelt emulátoros verzió jobban fut PC-n, mint a Switch-en? Szerintem nem epic, szerintem ez itt tök érthető. Hát azért gondoljunk bele, hogy milyen milyen kicsi a konzol teljesítménye, ugye? Szóval az már jó! Ja. Másik oldal... Még egyszer? Igen. Jött a bomba. Jó, most hál' Istennek sikerült megcsinálni a másodikat. Jött a harmadik. Oh, Jézus, azt hittem, hogy leesek és pörögtem egyet a levegőben. Wow. Azt hittem, hogy le fogok esni. Leestem. Wow! Folytatódik. Nem mondod. Ha, nagyon vicci vagy. Jézus, mi lesz ebből? Nem, nincs hova menekülnöd. Nem tudom irányítani. Oké, oké, elszalad. Ne! Átütötte a saját hajóját. Azt a Bowser Junior, mit csináltál a robot kézzel? Fist party? Hát most volt fisting rendesen. Át is nyomta a hajónak a fenekét, oda néz. Mi száz? Yay! Yay! Mondta közben Mario, és milyen igaza van. Szevasz Bowser Junior. És most mit mond? Túlélte. Hát jó, hát nem halhat meg, de legyőztük, de igazából nem győztük le. Mert hogy bement oda. Viszont mi kaptunk egy utat oda, ahol ez a hatalmas nagy vihar felhő van előttünk. Nézzük meg, hogy mi lesz ez a következő rész. Legalább egy-két pályát csináljunk meg, mielőtt elmennénk. Ez Peach kastélya. Ezt csinálták a kastélyból, és ott van fent Peach. A megszokott kiáltás. Oké. Okay. Igencsak gonoszan indulunk tovább. A Meteor Mótra. Ajjajjajjajjaj. Ez igen, a 8. világ után bónuszpályák következnek majd. Értem már, szóval ott széttörik a pályát. Ez hülye ötlet. Várjál, 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 ez nem annyira egyszerű. Az is lejön, nem, nem jön le. Nem merek menni. Inkább beállok alá. Óvatosan játszunk. Várj! Úristen, mekkora mák. Aha, és ezeket látod? Ki lehet offolni. De menő. Nézd meg, tök jó. Ez nagyon-nagyon jó kitaláció. Jeget nyomsz a tűzre, kicsit megkönnyíted az előre haladásodat. Ha ezzel mennék előre, akkor lehet, hogy nem találnál minden meteor, nem? És még itt is táncikálnak?
Ez igen. Ezt nem fogom tudni. Aha. Csak így tudom megoldani. Jó. Az a platform az eltűnő félben van, úgy látom. Sziasztott volt. Nem figyeltünk rá, hogy mikor megy le. Hát nézzük. A Meteor mód következő neki rugaszkodása, Peach kastélya, a végső világ lehet, én azt gondolom legalábbis. Szerintem a lávában azonnal szét megy a koponya. Hát az ott most el lett kapva. Mario, mit művelsz az életed, de már megint pedig de jó lett volna a fagyasztás, ugye? És milyen, hogyha szaladnék? Nagyon. Ott volt egy élet, már mindegy. Az ilyenkor lemegy. Aha, tehát tényleg szaladni kell. Itt a checkpoint. Úgyhogy a láva, a kitörések. Ott az élet, az nagyon jó. Tökéletes előre haladás. Fagyasztás kér, nem, az nem fagyasztás. Mondom, itt adnának egy gombát, ha nem tévedek. Fent. Az most megmerítkezik, ugye? Ott alul talán. Ide ki kell, hogy... Aha, ki kell, hogy gyere. Különben lemegy a platforma lávába. Nem pontosan értem, hogy hogy működik, de nem baj, megállunk. Most egy nagy merülés, miután nagyon magasan volt. Mondom, hogy mehetünk tovább. Nagyon buta voltam most, nem baj, szaladunk. P betűs konzolra rá kell... Ez miért jó nekem, hogy ez ott van? Igazából nem is jó az, hogy ez nekem ott van. Tovább kell még mennem. No! Azt a mekkora mág! Micsoda szerencse! Hát ide kaptam volna egy platformot, ugye? És most egy nagy ugrás, nagyon király. Oda felmehettünk volna, igen, és akkor ezzel be is fejezzük a pályát. De nagy mák volt ez. Na, hát sikerült megcsinálni Peach kastélyának első pályáját, nézzük a másodikat. Lehet, hogy a harmadik az ennek a világnak a befejezése lenne? Mert hogy itt nem látok más pályát. Szolitár 01-es, kösz szépen a követést. Itt állunk a vészkorusban. 4 pálya lesz szerintem, meg talán lehet, hogy a kastély, de lehet, hogy a negyedik a... Na jó, szóval, hogy a magma folyóban fogunk krúzolni. Megint csak nem számítottunk arra, hogy ez egy könnyű pálya lesz. Ez időre megy? Ez visszaszámol. Miért számol vissza? Most már csak 3 van rajta. Várja, 5. Miért van most 5? Mi? Nem értem. Mik azok a kis gombák? Hogyha legyőzöl rajta egy ellenfelet, akkor megy fel a számláló. Értem. Mik ezek a vulkáni pockok, ugye? Ott jönnek a másodperceink, ez őrület. Ez nagyon komoly egy pálya. Mi a fene? Láttatok már ilyen mechanikát? Még soha nem láttam ilyet. El is mehettem volna. Hop, vigyázzunk kis barátom. Már nagyon nézelődik. Jó, akkor menjünk inkább. Ott is jön egy. Oké. Ezek nagyon vicces, ezek a kis izék. Ó, az nagyon gonosz volt viszont. Jaj, rajtam vannak. Hey! Jászusom. És ezek rajta vannak már jó testén. Hagyjad már. Van benne gomba? Nincs. És ezek így rámennek a testedre, és megpróbálnak szupermód lelassítani. Az benne van, nagyon király. 1, 2, ott van az 5, mert tovább a P betűt meg kéne nyomni. Jó, ez hülye gondolat volt? Nem, jó ez. Mi történik? Most miért nem akart felmenni a másodperc? Oké, ez jól jön. Eddig haladunk, még mindig haladunk, de... Ki tudja, hogy meddig? Ó, barátom, jaj, nagyon nehéz ez. Lehet, hogy a lábát kell táplálni, és akkor kapunk másodperceket.
Ó, Mario, mit művelsz az életeddel, te szemétláda? Hát na, várjál, most itt kijövünk. Ennyi volt, megcsináltuk, hát által jutottunk, azért ez nagyon kemény. Hát iszonyat megküzdöttünk azért, hogy ez jól működhessen, és nagyon nagy szerencsének érzem, hogy meg vagyunk. Nagyon nagy szerencsének érzem, hogy ez így sikerült, ez a pálya. És akkor mit nézünk? Milyen filmet nézünk? Szellemírtók 2 ma este? Micsoda jó film volt az tegnap. Vagy nektek nem tetszett? Ez itt az Emelkedő Láva Hullámok című pálya, Peach kastélyának 3. pályája. Ajaj. Azon kellett volna által ugrani? Szerintem igen. Tüzes virág? Na jó, vegyük fel. Megtartjuk odafent, majd átadunk. Okos kitalációk. Gyerünk. Ugye itt megmaradhatok. Igen, itt meg. Letekerjük. Most nem vettünk fel mindent. Nem baj. Oda lent lehetne egy extra power up-ot szerintem felvenni. Nem lehet! Az nem megy lentebb. Nincs ott platform, de megszivattam magam. De van tárazva a számítok, ettől szoba került a Mario is. De hát már azt láttuk. Szellemírtókat még nem néztük a másodikat, nem? Kicsik, nem adnak annyi másodpercet. Az is lehet. Kupát kellett volna dobni. Á, biztosan. És hogyha erre ráugrasz, akkor mi történik? Ó! Oké, arról nem pattansz, azon megállsz. Mario, léci. Jó, nem baj. A sárgához se érj hozzá a pirosból, mert az is bánt. Kaptam egy klippet a disznó szerencséről, az igen. Neked akarok kedvezni, Mario. De már megnéztük, na. Hát mondom, kedves tőled, de már láttuk. Hát nézzünk amiatt, amit még nem néztünk, nem? Ünneplünk, hát nekem aztán ne ünnepeljünk. Engem ne ünnepeljünk, mert... Nem kell. Hogyha nagyon szeretnéd, akkor vasárnap csinálunk valami randomkodást, aztán annyi. Rejtsük el, ez is csak egy barom születésnap. Megint egy nap, amit hihetetlen boldogan ünnepelhetünk. Én annak örülök, hogy itt vagytok. Toxic Mickey, szevasz, remélem, hogy nem vagy toxic. Üdv a vészkórusban, de felejtsd el a jelmondatunkat, a nagy szarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Hát megyünk vissza. Gyerekek megőrülnek. Koopa és Troopa. Nagyon jó, very big! A láva szerintem a csillagot is elintézi, hiszen. Milyen ötlet? Igen. Hát ezt mondom, hát a láva mindent elintéz. Úristen, very big. Szevasz, Tire 92, hogy vagy mi a helyzet? Jó volt a dobási mechanika, tetszett. De béna voltam hozzá. Na még egyszer. Ekkor itt a zene, ahogy megváltoztatták. A gyerekek nagyon élvezik ezt a játékot itt. Onnan kellene felugrani, de akkor rajtuk kellene maradni, gondolom az a nehezítés ezen a részen. Pereggel Mario, pereg. Mint Angilla lábban a kaja. Meg vagyok, jöttem nézni kicsit, amíg tart. Á, még megy. Legfontosabb a szerénység. Szevasz Iván, hogy vagy, mi a helyzet? Ráugrott, megvan. Extra élet? Elviszem, köszönöm. És akkor itt most várunk egy kicsit. A lendület nem éri meg. Hogy megtartásra kerüljön. Gyerünk. Egy ugrás, két ugrás. Oké, nem állunk meg, megyünk. Nem állunk meg senki kedvéért. Gyönyörű. Egy checkpoint! Akkor onnan alulról. Látom, hogy megcsinálhatnád ennek a felvételét. Egészen jól sikerült. Bátrak voltunk. Mertünk nagyot támadni. Bátorak, legyetek bátorak, megmondták ugye a izék is. Országunk vezetői is. Ez lejjebb megy, mint a láva szint? Azt hittem. Várjál! Jó! Hallod? Jézusom!
Nem baj, csak ugorj fel. Azt a mindenit. Oké. Most mi lesz? Most a platformjaimat vesztettem el. Sok eszed van, Mario. Ez igen. Nem baj, által tudunk menni még. Most le kell nyomni, hogy a másik oldalon feljöjjön. Nézzük meg, hogy hogy néz ki a... Aha. Jó lesz. Kaptunk egy életet. Itt tovább megyünk, ott megint rátekerünk. Fel kell, hogy húzd, hogy utána lefelé jövet, a másik kiemelkedjen, a harmadik platformot is eléred. Nagyon jó, és akkor most erről... Ó, Istenem, miért csináld ezt velem? Jaj, Mario, ott a szemétláda! Hogy sikerült ezt így elrontanod? Hogy... Jaj, ne! A cél előtt! Még egyszer. Pedig már rajta csimpaszkodott amúgy. Annyira béna vagyok, annyira sajnálom. Bocs, kacok, ilyen bénán sikerül. De nem baj, mert most már láttuk a pálya azon részeit, amiket muszáj látnunk a továbbításunk érdekében. Ráugrik? Rá, hát. Itt most a platformokat... Hát szerintem jobban jártam, amíg eltüntettem, nem? Visszajön? Igen, de szerintem benyelte a láva. Lemegy. Nagy ugráció. Kis ugrás. Letekerés. Itt áll. Nem azt remélik 9-es, hogy vagy Mizu? Következő platform. Ott felvettem a talán egy gombát, nem kell. Éreztük az ízét, azt mondja. Az ilyen. De megpergeted, megvárod. Pereg a kaja, Angéla lába. Pereg. Adia is van. Na és akkor most figyeld. A lehetetlen. Tehát pozícióba kell helyezni a vadállatot. És amikor ez megindul. Áj! Ez ilyenkor nem úgy működik, mint amikor a láván úszik, hanem... teknősként működik, amikor nincs alatta a láva! Jézusom! Tojásleves kazdagon! Azt a mindenit! Aj, szevasz Novi, hogy vagy, mi a helyzet? Nagyon megszivatott az a teknős béka. Tojásleves gazdagon. Na, még egy ilyen ötlet, jól van. Oké, egy óra. Mindjárt túl vagyunk ezen a pályán, hogy mehessünk a következőre. A játék során felfarmolt körülbelül 60 életünknek. Így vertünk rá a seggére. Hát most már közel 30-nál járunk. Ne csipogjál, nem kell a guide. Guide nélkül is megcsinálom. Bízom magamban. Kicsit biztos. Meg vagyok, hantoztunk a komákkal. Ne csináld, az mi jó játék. Kedvenced. Alvás előtti kemény pihizésekbe. Kitartást a pihenéshez. Elugrok inkább, jó? És akkor lenyomod. Felnyomod. 1, 2. Egyikben sincs semmi. Nem baj, felejtsd el. Leugrasz. Derekas pihenést kívánok. Pihanást. Néha félrenyomok, bocsánat. Na most meg leszel csinálva. És akkor most ráugrik? Jó. Oké. Nemrég kezdtük 100 óra körül, bejövő és néha túlzottan is sajna. A Hancsónám világ az egyedi. Minden játék közül szerintem a legjobb. És egy nagy ugrással 2000 pontot érünk el. Death Compilation. Hát, hogyha valaki megcsinálja. Oliver, ha csinálsz egy ilyet a Mario végigjátszásból, hajrá, de én biztos, hogy nem fogok. Azt tudod, hogy milyen embertelen idő lenne kivagdosni az összes halált a játékban? Iszonyat sok idő lenne. Megérkeztünk a Red Hot Elevator Ride-hoz, a vörös és nagyon meleg liftnek a ridingolásához. Ezek az emberek odakint külföldön nem úgy vannak, mint mi itt magyarok. Azok meglovagolják a lifteket, nem csak felszállnak rá. Hallod, ez emelkedik. De most ennyire gyorsan kell előre mennem, hogy ez úgy emelkedni fog? Mit csinál? Hogy érted ezt, hogy le? De mit akar? Mit csináljak? Nem értem. Mario, nem értem, hogy mit akarsz. Mindegy, menjünk ide be. Nem megy oda be. Várjál. De hogy érti? Teker, mint egy hülye. Várjál. Így.
Nem tudom, hogy mit csinálok. Nem értem, skacok, hogy mit csinálok, de tekerre, mint egy vadállat. Tehát így ember még nem... Hogyha rajta van egy, akkor azonnal le kell csapnod. Értem? És annyi idő alatt, hogy a láva ne menjen rá. Istenem. Menj már le onnan! Jaj! Ne rámugrik ez a vadállat! Egy! Hát de lefelé mutatta, az volt a baj. Igen, azt láttam, hogy motion control, csak én lefelé rángattam a kontrollert, miközben jobbra-balra kellett volna, ugye? Mozgatni kell az egész kontrollert. Ja, döntögetni kellett. Igen, ez az előbb megtévesztő volt, mert igen, én is úgy érzem. Mert lefelé mutatta a nyíl. Gyert meg, mindjárt mutatom. És nem lefelé kell, hanem jobbra-balra. Nem, Olivier, nem. Nem erről van szó. Az előző ilyen platformon jobbra és balra kellett döntögetni, most pedig azt mutatta, hogy lefele. Nézd meg! Ha, tehát, hogy csak egy ember állhat rajta. Értem. Az mi az, egy repülőkoin? Egy boxerbe csomagolták? Szedjük össze, ha már így alakult. Ja, és amíg össze nem szeded, addig... Aha, értem, a coin is súlynak számít. Ez ne kínálj! Ez nagyon menő kitaláció. Jól van, Mario, megint megcsináltad. Ja. Húzzunk el onnan. De most azokhoz nem érhet hozzá? De hozzáérhet, oké, nincs baj. Várjál, óvatosba. Jó. Oké, oda én már be nem viszem, azt köszönöm szépen, viszlát. El kell venned a coint, hogyha felveszed, akkor nem áll meg. Nem baj, jó ez? A P betűre csak rámennék. Sőt, biztos, hogy rá fogok menni, igen. Miért ezt csináltam? Várjál, nem, mehet ez. Jó volt, gyerünk már, jó. Szállj le arról! Ott a gomba, felugrik rá, leesik a... Mindegy! Nem baj! Én így játszom! Jaj! Semmi baj! Kettő, meg a bomba. Tovább. Álljunk középre, meg kell nyomni a gombot. Várjál, szarjál rá a gombra! Jó lesz! Jézusom! Megáll! Mehet. Iszonyat kemény. Megőrülsz. Gomba. Mehet, gyerünk. Az a gomba még jól fog jönni, csak a láva elől nem ment meg bennünket. De a másik irány. Mindegy, le van szarva, menjünk. Ajajajajajaj. Konkrétan én izgulok. Hát szerinted izzadat egyrem. Szörnyű. Jó, coin fel kell venni, mert ott különben megállsz. Nem tudsz arra átmenni, miért sem erre nem tudsz átmenni. Túl gyorsan ment a lift. Az Odyssey-vel játszottál, nem? Szépen lassan megyünk végig az összes Mario játékon. Nemrég fejeztük be az alaptrilógiát, a Mario 64-et, a Sunshine-t, a Galaxy-t. Most van ez, jönni fog a Mario Maker 2, lesz egy Paper Mario lesz mindenféle cím, és akkor a végső epikus kalandunk az lesz a Super Mario Odyssey, hiszen az jelent meg legkésőbb időrendben. Hát, de mekkora ez a pálya, és nincs checkpoint. Nagyon hosszadalmasan kell felfelé mennünk. Barátom? Jó. Már inkább előre felveszem, gyerünk. Hallod? De honnan jöttél, Géza? Fene a talpadba, amivel az arcomba beleálltál. Jó, addig jó. Mehetünk. És már látom legalább a mechanikát, hogy mit akarnak. Balra, nem fog engedni. Tavasz Joker, hogy vagy, bizu? Láttál-e már ilyen játékot? Tehát ez brutális. Joker, ez a játék életet géve. Mehetünk. Mario Party is lesz, nekem nincs meg, úgyhogy szerintem az nem lesz. Nem hiszem, hogy az lenne. Jó volt ezt, hogy itt összeszedtük? Jó volt, igen. Gyerünk, Mario, gyerünk, nyomod! Oké, belefér. Jönnek a bombákok, gyerünk, jobbra-balra, nagyon szép volt ez a dodge. Jaj, ezt most elrontottam. Hallod? Menj már le onnan! Azaz. Őrület. És jobbra-balra kell ugye Mario-t is vezérled. Nem csak a izét. Gyerünk! De be kéne ugranom, gondolom, a gombáért.
tovább. Most ne veszítsük el a fejünket. Hát inkább talán erre lesz a jó irány. Így van, így van, így van, nagyon szép. Jaj, de jó volt. Kiszámolta a sebességet, Mario egy vadállal. Erre inkább arra megyek, mint jobbra. Úgy látom, hogy ez lesz a... Te szemét vagy te, hogy ráugrottál. Menj el onnan. Most mondom, hogy menjél el onnan, hát jön a láva. Azt hiszem, hogy itt jöttek ránk, ugye a balhés állatok. Menjél onnan le. Alor! Ez most tényleg meg... Jézusom. Ez nagyon gonosz volt, hogy ott megállt és jött a láva, ugye nem volt esélyem se. Ezt okosabbra csinálni. Jó, tovább, tovább. Érkező félben van a láva továbbra is. Lenyomja. Gyerünk, Mário, nyomod! Jaj, Istenem, miért van itt már megint valami kula? Majdnem megvolt. Jó lehet kiszázszázalékolni egy ilyen pályát. Az biztos, igen. A Belle, a sárkány és szeplős hercegnőt ajánlom ma estére 2 órás alkotás impocakon megfeküdte, egyszer nem tudnám megnézni. Nem bántam, sőt, ajánlani tudom. Nem John Wick, hogy beülsz még egyszer, aztán ezen gondolkozol. Belle a sárkány. És a szeplős hercegnő. Mi ez a Disney alkotás? Belle a izében van, nem a... Szépség is a szörnyben. Belle, ez egy anime? Á, nem, mert a többiek megőrülnek attól. Hát nálunk még horror se lehet nézni. Nem vagy anime. A múltkori az tetszett egyébként, amit Kovilil ajánlott a hegyes. Mert bevallom őszintén, hogy nem tudtam végig figyelni rá sajna, pedig kellett volna, ugye feliratos volt meg minden, azt hiszem, nem tudom már. Itt van valami a platformon, mi? Á, ezt most már nem veszed fel. Megnéztük a még aznap este, igen. Csak hát én vodokat vágtam közben, úgyhogy nekem nem volt annyira egyszerű a figyelés. Igen, a Summit of Gitch. Ott van az élet, amit elvesztegettünk, nagyon jó. Most meg kell tudnod csinálni, Muper Sario. A nem szarral gurítás kalandjai. Na gyere! És hogyha most itt mész rá erre? Akkor most kapsz kék pointokat? Ja, hogy ilyenkor átváltozik, hogy megcsinálhassd. Ja, értem. Menj már el onnan! Jaj, Istenem, mi van veled, Mario? Mit művelsz már megint az életeddel? Tovább, tovább, és akkor azt hiszem, hogy a legjobb az lenne, hogyha itt balról mennénk. Hogy menjünk vele párhuzamban megint így. Ez hülye ötlet, ugye? Igen, meglehetősen hülye ötlet volt, nem baj, nem baj. Tehát túl kell élni. Melyik volt az itt még nehezebb? Ja, amikor estek le ránk a izék. Igen, nem baj, nem baj, megcsinálja. Le fog esni? Le fog esni. Legalább jó helyen vagyok, nem? Gyerünk, gyerünk tovább. Megint lesz egy, ami ránk jön. Talán ez megcsinálható, talán nagyon jó, nagyon jó. Ó, micsoda szépség volt ez. Ott az ajtó. Barátom. Ez kemény volt. Micsoda keménység. Micsoda durvítás. És még ide beraknak egy bombát, hogy annak a tetejéről érkez a célba. Köszönöm szépen, nem kérem, viszlát. És lehetséges, hogy most következik a befejező pálya. 1 óra 12 perc van. Lehet, hogy a 8. világ befejező része következik. Szépség is a szörnyetek feldolgozás szuper kreatívan. Aha. Mamorú hosszad a anime film. Tartunk még egy pályát. Ezzel most egyre fentebb érkezünk már. Mentesz? Persze, hogy mentek. Igen, igen, igen. Ez a final battle, nem mondod? Wow! Csatornán 296. játék végigjátszása. Mindjárt a végéhez érkezik, hogyha ezzel a boss fight-tal sikerülne kezdenem valamit. Mit csinál Bowser Jr.? Ez csupán... Nem, ez nem csupán egy boss fight, ez egy pálya, amin neked végig kell menned. Mik ezek a platformok alattam? Ó, hogy hullámszerűen indul meg az őrületes bringagép. Nem baj. Ráugorhatsz? Nem akarsz ráugrani.
Ráugorhatsz? Nem tudom, hogy rá lehet-e. Á, mindegy, nem merek kockáztatni az a helyzet, hogy dobnak látom, hogyha... Aha, mert akkor feldob. Nem csak, hogy feldob, hanem, hogy még nem is lehetett ott valamit... ...zélni. Ez rá fog ugrani, ugye? Jézusom! Jó. Az lemegy! Most mi történt? Ja, jó, visszajött, visszajött. Hullám indul meg. Nem baj, Mario. Mario, te szemét. Jó, túlélte. Túlélte, bár nehezen, de túlélte. Most konkrétan tényleg ráidőzített arra, hogy mikor fogok ott tovább menni. Szépség is a szörnyek fel, modern környezet sokkal mélyebb mondani való. Aha. Az akkor biztos szuper lehet, valamikor megnézhetjük. Csak szerintem két órás animéket nem ma este nézünk meg, hanem inkább egy hétvégi alkalommal én azt tudnám szorgalmazni. Oké, okay, megvan, még meg lesz. Nagyon jó. Így de nagy butaság volt most ezt a ritmikát kitalálnom itt most magamnak. Ez buta dolog volt, Mario, Jézusom, mi mentések. Az lendületes lesz. Bizony, hogy az lesz, nagyon jó. Szerencse. Tovább. Vigyázzunk, mert iszonyat agresszív ez a kis vadállat. Ezt az apja nem tanította meg a jó modorra, az fix. És itt kiüti? Add ki. Adsz egy gombát? Kösz. Annyira valószínű volt. Hát ennek annyira meg kellett történnie. Jáz. Oké. Okay. Ezt le fogod ejteni? Mit csinálsz? Nem baj. Meg lehet ezt még, meg lehet. Jázzunk rá, ne ugorjunk véletlenül. Ott az ajtó, megvan. Adott egy gombát, nézd a jó oldalát, igen. De most boss fight? Checkpointos boss fight. A final battle előtt, hál' Istennek kaptunk egy checkpointot. Na nézzük. Nem, itt még szaladunk. Ez a retro Mario. Na hát, el kell hozzá szaladni, és jönnek a lángnyelvek veled szemben. És egy híd lesz, azt a mennyire jó. Hát mint hogyha a Super Mario Bros. Első részével játszanánk. És fel fog ugrani. És neked át kell szaladnod alatta, ugye? Úristen, de jó ez. Hogy mész által? Már lehet, hogy azt akarja, hogy ugorjunk a falról, balról? Most tudnik, igen. Tudnunk kell, hogy mikor csinálja ezt a szuperugrását. Oké, azt hiszem, hogy értem. Egy támadás. Három támadás. Most ugrik fel. Hát ez nehéz, hogy... De ez mennyire jó már. Hát ezt nem tudod elinni. Amúgy, hogyha átszaladnánk... Így, és csak. Átszaladnánk így. Nem engedi! Nem engedi! Szevasz, Spectral, jó pihenést. Kösz, hogy itt voltál. Nem engedte, hogy ezt a cselt alkalmazzuk, ugye? Hogy sebezhetetlenségben menjünk oda be. De mit csinálna Bowser? Hát ne adj Isten! Mario esetleg sebezhetetlen volna. Mindjárt kiderül. A csillagos erő, mint ahogy láthattuk a filmben is a végső összecsapást, lehet, hogy itt is segíteni fog nekünk. Mindjárt kiderül. Nem érek el hozzá. Lejárt. Jó, ne baj! Jó ez! Számoljunk! Mikor ugrik vajon fel? Egy kis ugrás. Lendület. Mario! Jézusom! Megvan! Wow! Szerintem ez még nem lehet a vége. Szerintem itt még van valami. Vagy megcsináltuk, de hiányzik a láva alulról. Felemelkedik a kapu és megnézik, hogy ott van-e mögötte Peach, vagy talán egy másik kastélyban van. Beledobja? Bedobja, hogy menj Fater után? Nem. Valamit bevarázsolnak ide. Mi lesz ez a varázsolás? Mario bement Peach után, és közben... Á, nem, ez itt még lesz valami, mondom, ez még nem ennyi. Ott van Peach a távolban, fent a toronyban. Itt még lesz valami.
Szegény ott sír. Nem, nem sír amúgy. Ez a szokásos Peach összes szöveg annyi, hogy Mário, és csak nem tudni, hogy milyen hanglejtés sem mondja, mert amikor azt mondja, hogy Mário, tudod, és akkor tudod, hogy baj van. Oké, okay. Bowser Jr. faterja megérkezett, nem gyenge verziójában. Aztánem jóját. Most mit csináljak? Menekülök. És egyszerre a gyerek, és egyszerre a nagy Bowser, és volt ilyen retro ötlet is. Hát mennyire jó volt ez, hogy megvolt a retro faktor is a játékban. De hogy fogod őt legyőzni, Mario? Lehet, hogy felugrunk rá? Fel! Oda néz! Most mi lesz? Wow, ez nagyon menci! Oké, ezt... Ebben nem gondoltam bele. De nagyon király volt ez a mozdulat. Nagyon tetszett. Ohoho, hát igen, ohoho. Gyerünk még egyszer. Nem tudom, hogy a kis Marióval jobban járnék-e ezen a nagy részen. Lehet, hogy akkor a hitbox is lecsökken. Na még egyszer, hát által kell futnunk ugye. Most Bowser alatt, és akkor utána egy nagy futást követően. Kár, hogy nem kapunk power-upot, ez itt nagyon kellene valamilyen felerősítő dolog. Vigyázzunk, hogy hol futunk, meg hol nem. A híd. Na itt a kert! Azt hiszem, hogy felúrik és csinál egy lövést. Utána a második. Igen. És akkor ez minden alkalommal meg kell nézni, vajon? Csak nem. Ajtó mellett lehet, hogy van láthatatlan blokk. Hol mondod? Menő vagy, Mario, menő, na de hát a következő fázis lesz a legnehezebb, hát az a legkeményebb. Ez tök jó volt, hogy Bowser Jr. tudtuk már használni arra, hogy kicsit faternak berondítsunk az összképébe, de azért az, amikor az a hatalmas teknőcbe bemegy, akkor ezt hogy dodzsolod ki? Ne röhögj! Aha, most kivették a Peach-es jelenetet, hogy ne legyen annyira hosszú a várakozás idő. Ezek a japánok mindenre gondolnak. Na nézzük. Először jön a jobbról a csicskító, utána jön Bowser Jr. mint harmadik. Nem érhetsz hozzá egyáltalán. Jaj, már megint mi butaságot műveltem, bocsánat. Yes-sam! Hát de meg lesz ez a boss fight, a final battle, a legkeményebb, legmeredekebb része az egész játéknak, amire senki nem számított volna, hogy ilyen retrózásokban fogunk kitörni, de Super Mario első részében. Hát ez annyira komoly húzás szerintem a Nintendo részéről, a fejlesztők részéről, hogy visszarakják ugyanazt a mechanikát egy ilyen teljesen új köntösben. Ugye? Tehát azért ez szerintem ez így betalál az embereknek, hogy jaj, emlékszel, amikor kis szarosként 4 évesen nyomtuk, és akkor mindig át kellett szaladni. Nem csak kotrablokkot, ajtó mellett láthatatlan. Hol? Nem látok ajtót, tudod, az igazság. Itt balra mondod, hogy ez? Nincs itt semmi, nem. Jön Bowser ugrás. Nem, ez nem ugrás még. Ugorj fel. Kösz. Gondolom van, de mi? Még egy checkpointnál. Lehet, hogy van, lehet, hogy van, ki tudja. Megnézzük legközelebb, hogyha most megint kudarcot vallanék. Benne van azért erősen. Egy ugrás. Ilyenkor csak kicsit lehetett ugrani. De most meg már egyáltalán nem. Meg akartam volna nézni egy ilyen tripla ugrást, hogy most mekkorát megyünk vele. Ilyen turbi hangod van ma, Bowser! Hát, hogy el kell szaladnunk messzire. Lehet, minél messzebb megyek, annál jobb esélyeink vannak. Igen, szerintem igen. Várjál! Nem, azt a gombot kellett volna megnyomnod. Oké, nem baj. Jó. Megint tanultam valamit. Előbb a B-vel felemelkedsz. Így. B-vel fel. Oké, mehet. Jó, és most mi történik? Ugrani fog, vagy?
De mit csinálsz most? Jé, ez hatalmas és nehéznek tűnik. Menj már! És meddig tart az aréna, kis barátom? Oké, most a jobb oldalról kell ugyanezt megcsinálni vele. Lássuk, meg lesz-e. Onna, ne csináld! Mi az ott, amit kiküldöd? Wow! Oh, Bowser! Már csak ez hiányzott. Kis barátja is megérkezik. Bombákat is dobálnak. Nem ugrálhatsz akárhol. Belemelkedik. Leugrik. Megvan a második. Lássuk, olyan a három is meg lesz. Ez baj, mert ezzel nem tudsz. Azt a mindenit, de ki tudsz. Nagyon jó volt. Balra minden letisztult a pályáról, gyerünk, gyerünk. Meg kell, hogy állj. Meg kell, hogy állj. Azaz, azaz, sikeres. Nézzük, nézzük. Iszonyat izgalmak. Felküldi. Most már harmadik fázis van, ne felejtsük el. Nem csak ugyanaz lehet, nem csak bombák, nem csak alacsonyan szálló őrületes Trabant gépek. Most alacsonyan jön, kettő is alacsonyan. Bowser Junior. Jó lesz. Ha minden jól megy, most megcsinálom. Nézzük. Megvan. Győztünk. Azt a mindenit. Lehet, hogy legyőztük. Wow! Mario number one! Na figyelj, hát ez az egyes számú Mario volt. Bowser Junior meg inkább Fater után ugrik, hát persze mit tehetett volna. Ez nagyon komoly. Hát befejeztük a játékot és extra világokat kaptunk, hogy játszhassunk majd vele. Peach itt van. De cuki, és nyilván nyom neki egy puszit az orrára. Most a homlokára, hát a sapkájára kapom. Nagyon jó volt. Nem gondoltam volna, hogy csatornán 296. végigjátszásának is végére érünk még a mai éjszaka során, ráadásul úgy, hogy időben fejeztük azt be. Extra pályákat is kapunk extra világokkal, hogyha jól gondolom, mert úgy láttam, hogy itt az egész gonosz tevőbanda szegény Bowser alig tudott a hátáról lefordulni. Hát a teknősöknek ugye ez egy veszélyes pozíció. El kell, hogy érje még ott a farok rotort. Benne darálja a kis kezét. Nem is olyan kicsi az a kéz, de jó, sikeresen elhagyják a világunkat újra. Nem mentek túl sokáig, az a baj. Mi? Bowser Juniornak a... Oké, okay, igen, mindenki abba kapaszkodik. Meg Bowser farkáma. Zseni. Zseniális. Ez a japán sárkányeregetés, amit ott lehetett látni a távolban. Imádtam. Mario-val játszottuk végig az egész játékot egyébként. Kisebb táncok következnek, hogyha jól látom, high score-ban, a producerek és egyebek. Na de várjál, most a coinokra kéne rámenni, ugye? Mi rá lehet ugrani Toadette-re? Meg Toad is ott van a jobb oldalon. Mi sem próbáltuk amúgy őket, hogy velük mit lehetett csinálni, vagy ők milyenek lennének. Tökéletes, szeretem az ilyen credits kitalációkat, hogy még itt nyomulnod kell. Több címnél is láthatunk ilyet, azt hiszem a Raymannél is volt talán, és talán még mi? Minél is volt? Ja igen, az Astro's Playgroundnál. Hát ez egy jó cím volt, ez egy jó játék volt, tetszett. Szórakoztam, gyengét kikapcsolódást nyújtott estére, azt hiszem. Nem volt egy ilyen hardcore cím, hogy a pokol legdurvább démonai jöttek el értünk, és akkor állítsuk meg Sanctuary világában a fertőzést, meg Lilith-et, meg mit tudom én, meg vérből fakadó egész insták, és érted? Nem volt semmilyen lelkileg, vagy akárhogy megterhelőbb őrület benne. Meg volt benne az idegi gyilkosság, ha belegondolsz, hiszen iszonyat nehéz volt néhol, de persze ez csak az én
tökött skilljeimnek köszönhető. Valószínűleg, hogyha kisgyerek koromban játszottam volna ezt a játékot, akkor már jó régen befejezhetük volna akár egy ültő helyünkben is. Jó, persze nem, hiszen idő kell a pályák végigjátszásra, de értitek, hogy mire gondolok. A Hollow Knight-ot már végigjátszottuk, a Path of Pain-t is megcsináltuk benne. Az már megvolt. Egyszer szeretném újra játszani majd. Meg megöltük benne a nem tudom milyen Radiance-t. A brutálisabb verziói boss-t. Nem a legdurvábbat, azt hiszem annak is van vagy három szintjén. Az egy nagyon nagyszerű játék, igen, én is nagyon szeretem. De azt már végigjátszottuk. Ha megnézed a paneleket, akkor ott van mind a 296 végigjátszott játék alul a végigjátszások panelek között. De kár, hogy nem jött vissza ez a retro hangeffekt, amit ott elindítottak az előbb. 133 coinom van már, meddig fogok még vajon ugrálni? Hát nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a címet, remélem, hogy tetszett nektek, és remélem, hogy tetszett az egész végigjátszás is. Én azt gondolom, hogy örömmel játszottam, és hogy várom a következő Mario címeket is, amiket végigjátszhatunk. Szerintem a Mario Franchise következő epizódja a csatornánkon a Super Mario Maker 2 lesz, amiből én csak annyit tudok, hogy ott aztán tényleg az összes Mario-nak mind a mechanikái, mind pedig a grafikai őrületei benne foglaltatnak, tehát tényleg minden benne van, ami Super Mario, és nagyon-nagyon várom, mert még soha nem láttam azt a játékot élesben. Nem tudom, hogy annak a kampánya az mennyire jó, ott leginkább azt hiszem, hogy a játékosok által létrehozott pályák viszik a prímet, de... Hé, köszönöm szépen, Captain! Hát ez egy igazi születésnapos befejezés. 34. születésnapra egy Mario játék befejezése szerintem kinézett már nekem, úgyhogy nagyon örülök ennek az egésznek. Na, de milyen filmet fogunk akkor megnézni? Hát persze, megint csicska vagyok, mert az előbb megbeszéltük, hogy a Super Mario helyett a Szellemírtó 2-t fogjuk megnézni ma este, hogyha esetleg szeretnétek csatlakozni hozzánk a Dixortra, és a játék végigjátszásához az is dukál, hogy megköszönjem itt kreditsként a csatornánk támogatóinak, patrónusainak a támogatásokat. Köszönöm szépen Szilajkának, Barkatának, Feketereteknek, Suzinak, Old Murklának, John Zutinak, Fülöpubának, Kukibubinak, Iron Guardnak, Huxorsnak, Paradicsomnak, Dorcsicnak, Sajtos Tejfölösnek, Velkornak, Bradacs B-nek, Zsolt B-nek, Banyegnek, Lódernek, Goremnek, K. Péternek, Joninak, Istinek, G. Vincének, Foltinak, Vitamines C-nek, Grundárnak, HB 2017-nek és a titokzatos 28-nak, hogy támogatják a csatornánkat, és ezzel is segítenek abban, hogy ez az egész fennmaradhasson. Gratulálunk a játék teljesítéséhez. Adtunk egy csillagot a mentési fájlodhoz, most már bármikor menthetsz a menüben. Oké. Okay. És nézd csak! Oppá! Most már használhatod a csöveket, hogy egy titkos szigetre is eljuss. Kettő is van ebből. Ott pedig egy csillag is. Ki lehet menni az űrbe? Oké. Megtaláltad már az összes Star Coin-t? Dehogy, és nem is fogom, menj már. Super Star Road, na jó. Várjál. Mi lenne, ha bemennénk oda? Köszönöm szépen, Captain, nagyon kedves tőled. Köszönöm. Várjál, most az a lenti pálya. Ez már volt, ez is volt. Aha, ez is volt. A Secret Island. Igen, erre nézzünk rá, hogy ez miféle. Ott egy kicsi lekonyulás volt látható, mint öregkorban, ugye? Ez mi lesz, ez a gomba itt? Ott van egy Switch konzol. Ja, hogy itt a staff kreditek mennek még egyszer. Jó, az már megvolt, köszönöm. Ezt el lehet olvasni? Ó, itt vannak a statisztikáink. 10.842 coint gyűjtöttünk össze a játék során. Ez legalább 108 élettel gazdagította ősünket. Star coinokból csak 72 volt, pedig abból lehetett volna szerintem vagy jó 200 is akár. 86 kis gumbára léptünk rá, akkor nem is volt olyan sok. 3 életes moonokat nem is vettünk fel, companionokkal nem játszottunk, így azokat nem számolták bele. 333 tárgyat vettünk fel a játék során. 65 pályát tartalmazott, Yoshival 3-at értünk el a zászlók közül, Baby Yoshival pedig 4-et. 11 volt a póza tetejére landolás,
kettő nebitet is elkaptunk, és ennyi volt itt az őrületes bringagép. Na jó, de hogyha itt a titkos szigetre bejöttünk, és megnéztük a statisztikákat, vajon mi lesz itt? Még. Ja, hogy ez ennyi? Hogy ide csak a statisztikák miatt jöhetsz be? És akkor nem kellene lennie itt még valaminek? A szupersztárodnak, dehogy nem. Szerintem ez lehet a titkos világ, ugye? Mi lesz itt vajon? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pálya. És még a gombák. De milyen? Azt mondja, hogy... Ja, hogy... csak akkor mehetsz ide be ezekre a pályákra, hogyha... Ó, az összes izét összeszeded. Mindegyik játék világban össze kell gyűjteni az összes point, hogy ezeket megcsinálhass. Wow! Na jó, hát ez azért igencsak kemény lehet. Ez nagyon, tehát ez a játék 100%-olása után elérhető extra világ. Ez szerintem csak nagyon-nagyon kevesen szedik össze ebben a játékban. Értem már. Tehát akkor emiatt válik ez a játék nekünk itt most elérhetetlenné, mármint hogy ez a része a játéknak elérhetetlenné, hiszen ahhoz az egészet újra kéne játszani előről, abban meg valószínűleg mindannyian meghűlnénk, úgyhogy... Hát ennyi időnk sajnos egy végigjátszásra nem jut, hogy ilyen szintekre vigyük végig a gémeket. Legalábbis ezt a címet nem. A többi Mario azért igencsak magas röptű lett, szerintem 100% közelekben voltunk a Luigi's Mansion-nel például, azzal is. Meg a 3D World a 100% lett, ugye ott még a bónuszpályát is megcsináltuk. De ott is volt még valami, ami majd a 110% után következne, és az biztos nem fogjuk megcsinálni. A Bowser's Fury-ban is megcsináltunk szerintem mindent, úgyhogy azért voltak komolyak, de ebben azért egy kicsit nehézkesebb lenne. Na. Holnap tehát akkor zeldázni fogunk, készüljetek fel, hogy munka után hazajövök, és iszonyat fáradtan fogjuk belevetni magunkat az őrületes bringagépbe. Nézzünk csak bele, a kontra végigjátszást valamikor meg kellene csinálni, a Yoshi's Crafted World-ot én nagyon szívesen játszanám valamikor. És nézzünk bele még, hogy mik vannak itt. Kirby-k megvoltak, Donkey Kong Country, Tropical Freeze, az majd akkor fog jönni, hogyha a másik kettő Donkey Kongot előtte végigjátszottuk SNES platformról. Hát, Super Mario 3D All-Starsból mind a három meglett, ezeket befejeztük. Mario & Rabbids Kingdom Battle megvolt. Szerintem megvagyunk, tehát akkor a Paper Mario, a Maker 2, ja, és akkor még ami nekem game cardon van, azok következnek. Ja, hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt töltöttétek velünk a ma estét, és megyek aztán megvágom gyorsan ezeket a vodokat. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra, köszönöm, hogy megnéztétek csatornán 296. végigjátszását. Most már aztán tényleg bele kell, hogy kezdjek majd az nincs meg nekem, Oliver. Most már tényleg bele kell, hogy kezdjek majd az új játékokba, mert innentől kezdve csak Diablo meg Zeldánk maradt szerintem terítéken. Attól tartok. Hát meg Skyrim, ugye az mindig van. Tehát, hogy lehet, hogy vissza is kacsintunk akár az egyik címmel a már folyamatban lévő végigjátszásaink közé, hogy onnan is befejezhessek egyet például. Az nem volna egy nagy butaság. Megyünk filmezni a Dixordra, és megyünk egy raiddel tovább. Azt mondja, hogy Kifájékhoz, ahol iszonyatos kemény lövöldözések mennek. Jók legyetek, jó éjszakát, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Holnap folytatása következik a Zelda világából. Szevasztok!